A Klassz FM bemutatja Morning Show. Ez történt a Morning Show-ban. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap feled habzik a szád, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. Akarok nektek mutatni egy videót, megpróbáljuk majd átadni ezt, mert ugye videóról beszélgetni rádióban nem túl szerencsés, de hogy mi történik az orosz valóságshowban, mert hogy ott is megy a valóvilágszerű, most nem tudom, hogy Big Brother vagy egy valóvilágszerű formátum, minden esetre valóságshow van. És durvább, mint az ukrán parlament? Sokkal durvább, mint az ukrán parlament, mert ott is elég sokat verekednek. Olyan bunyó alakult ki a villán belül, hogy az valami elképesztő. Én nem tudom, itt ugye a házszabály az, hogyha itt berekszel, akkor azonnal kizárnak. Viszlát. Hogy valakihez hozzávágsz valamit, megsérülhet, azonnal kizárnak. Valószínű, hogy ott nem, vagy ott ezt megengedik, olyan tömegbunyó van a villában, hogy az elképesztő. Megmutatom nektek. Ez az, amit átküldtél, az utolsó? Van túlélő, tehát megy még a műsor, vagy mindenki fekszik vérbefagyva. Figyelj, döbbenet, hogy mi zajlik bent. Ez egy 11 perces kis videó. Hol kezdődik ez? Hányos? 11 percet? Végig. Ropogtatni valamit. 11 percen keresztül ütik, verik, vágják egymást úgy, hogy nem jelenik meg biztonsági őr. Tehát, hogy senki nem megy be, ugye a magyar vévőben is vannak biztonsági őrök, akik azonnal be tudnak rohanni. Az orosz már most nem kamusztál, ez tényleg orosz. De milyen jó idő van az oroszoknak. Két csaj, gyerekek, a medence partjánál, és a harmadik is beszáll. Óriási. Kettő csaj. Én nem tudom, milyen valóságsó ez, de baromi meleg van. Pálmafák vannak, hogy az oroszok készítették valahol. Lehet, hogy egy ilyen elutazós. Két csaj elkezd verekedni. Hopp, és még jönnek csajok. Figyelj, birkoznak a földön. Nagy senki nem megy be. Tépik egymás haját. Az egyik, hogy beesik a medencébe, lent van a földön, letépte a melltartóját. Hú, mikor... egyre jobb. Nachos, jalapeño! A két csajt nem tudják szétszedni, annyira verekednek. Megpróbál egy harmadik is beszállni, már jönnek a pasik. Aha. Na várj, most lesz komolyabb, mert most pasik vannak. Most megdobálják. Hoppá! Már elindul a villán belül is a verekedés, ott a pasik verekednek össze. Rohannak oda a többiek, nem tudom, milyen valóságsó ez, de körülbelül 30-an vannak bent a villában. Hát igen, elég. Itt a következő történik, egy lány beszól egy fiúnak. Jézus, a deprimitív. Egy lány beszól egy fiúnak, a fiú föláll a medence partjára, és olyan állást lever a lánynak, hogy a lány hanyat eszméletlen állapotba beesik a medencébe. Jó, mondjuk az ilyen büdös bunkókat, érted? De most komolyan, hát remélem, hogy ott el a kirakták. Már a csaj, nem? Hogy beszól a pasinak. Figyelj! Júj, nagyon ez mondjuk sok volt. De az előbbi is jó volt, egy viszonylag szolid beszélgetés kezdődött, és az izompólós fiú az egyszer csak így érezte, hogy ütni kell. Igen, ez állítólag ugye úgy készült maga a videó, hogy megmutatták, hogy az oroszok hogy készítenek valóságshowt. Tehát, hogy valószínűleg több széria van benne, de hogy náluk a verekedés az abszolút megszokott. Tehát, hogy abban semmi különbség. Oda megy, föláll egy baseball sapkás fiú, és lever egyet a lánynak. A lány hanyat beesik a medencébe. Mekkorát kapott, nem? Megpróbál kimászni a medencéből. A fiú pedig visszafekszik a földre. Igen, de nagyon nincs, aki segítsen neki. És mindezt oroszul. Szerintem kapni fog még egyet nekem nagyon. A lány nekiszalad a fiúnak. Volt egy köpés, hát ez igazán nem szép a lánytól, tényleg leköpte a fiút azután, hogy állom bent. Itt nincs ilyen. Hát most már annyi minden történik a VV-ben. Hát ne legyen már. És nem büntetik őket. Tehát, hogy nem, nincs az, hogy megbüntessék. Vagy hogy bármiféle szankció lenne. Jó, náluk meg biztos szex nincs. Tessék? Aha. Mi ez nálunk most van? Nálunk. Hát nálunk. Mutatok egy másikat, ez is egy orosz valóságshow. Itt, de hát a csajok verekednek, azt nézd meg. Ezt láttad, hogy hasba rúgta? Hasba rúgja, igen, mindjárt odaérünk. Itt a két lány verekszik, rugdossák egymást. Igen. A haját húzza. Csak hogy nehogy gond legyen, térd el a másik hasát. De mint tudsz összeveszni ennyire valakivel egy villában? Mondjuk bármin egy idő után már nyilván bármin. Nem? Hát. Jó, aztán vannak más műsorokból is, amikor a mennyasszonyt hasba rúgja a vőlegény, tehát ilyen is van. Oh. Elképesztő, hogy az oroszoknál mi történik. Biztos eltört a szemceruzáját. Igen. Na jó. A vőlegény szemceruzájára gondoltál? Oda néz. Ezt én nem hiszem el, komolyan mondom, de hát ez mi? Egy orosz talk show,
Egy orosz talk show, ahol egy ilyen békítés, egy Mónika show jellegű, ahol az egyik oldalon ül a menyasszony, a másik oldalon ül a vőlegény. A vőlegény föláll, ugye oroszul zajlik a párbeszéd, tehát viszonylag keveset értünk belőle, és egy adott pillanatban hasba rúgja a menyasszonyt, aki átesik a széken, és itt már befutnak a biztonsági őrök. Tehát náluk picit más a dolog, nem? Mondjuk a Mónikában is volt azért egy-két verekedés. Ilyen hajtépések voltak hajtépés ott az volt, is, de igen. Azért azt hiszem hasban nem rúgtak nőt. Talán ne. Ez kimaradt, vagy nem került adásba. Na, jó, nem érzem, hogy még van hova. Jó, jó helyen vagyunk, én azt gondolom. Így van, még nincs veszve. Minden. Azt írja valaki, ez az orosz édelhotel, ugye ez nálunk is ment a viaszaton, amikor ugye elvitték őket külföldre, aha, egy szigetre, szép környezetbe, és akkor ott a csajok versengtek a pasikért, milyen párokba kellett összeállni, vagy mi volt, ugye a az volt? A Horváth Évával. Igen. Igen, hát még neki sok szerepe nem volt. Hát de ott volt. Hát ott. Hmm. Csak mondom, műsorvezetőről be tudjuk azonosítani. Na, de mennyi D-vit, amint összegyűjtöm? Bizony. Ah, na, oké, okay, csak meg akartam nektek mutatni, hogy nem gyengén csinálják ezt az oroszok. Együtt ébredünk. Morning Show. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show. Minden kedden a Hungária és az Üllői sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lútbőrözve ébred az ország. Sebastiano Balazzo. Velük tart az olasz konyha nagymestere, Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat. A főnyeremény, a Jolly Joker. A férfi, aki igazán szeret. Ő nem más, mint Tibi for President! Tibi! 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 Kakasza Tibi, kakasza Tibi! Már csak szerintem csak mi jevezünk, de mi nagyon. Hello, Tibi! Nagyon meg van színezve, szavaszok. Nagyon, annyira felhájpolunk, feldiszkózunk, hogy az valami döbbenet. Igen, és utána jön, utána pukkad ki. Igen, utána hamar kipukkad, de utána pukkad ki előfő, az indítás jó. Figyelj, hány éve dolgoztok ti együtt? Hány éve nyomatjátok együtt az ipart? Hát már itt, attól függ, hogy hol. Négy. Egyáltalán. Egyáltalán? Hát milyen Janival 97 óta? Jézusom, lassan 20 éve. Iszonyatosan. Egy 18-aska már lassan. Hát 17, az a 18, igen. Igen. Hát ugye itt, igen. Nagyon durva. Hát 2014. Amikor ti megismerkedtek, akkor született a barátnőm. De, akkor, igen. Akkor felsírt a barátnőd a Járos kórházban, mert mi akkor dolgoztunk együtt. Mi látunk róla a képet az újságban. Mi láttatok, amikor óvodában viszont. Persze, milyen szép csecsemő. Aztán elkezdtük vágni a centit, de lecsaptál rá. Igen, és közben is megnősült. Igen. Feri, te mióta 4 éve vagyunk itt, és előtte megnyomtunk ugye más. Hát majdnem 6. 6. És már 6 éve reggelezünk. 6. Aha. Gyerek. Azóta nem aludtál egy jót. Azóta nem tudtam magam kialudni. De ez jó, ez a műsornak áll is. 6 éve, igen. Mert azt mondják egyébként, hogy aki baromi sok időt tölt együtt, ugye ez elkezd előbb-utóbb hasonlítani egymásra. Ezt nyilván ti is tapasztaljátok. Bár kezdegettek átvenni egymást a dolgokat? Tehát, hogy észreveszed mondjuk Balázs, hogy picit kezdesz eljanisodni, krémezgeted nem, a kezdeti furára. Annyira távol vagyunk egymástól mindenben, hogy bennünk nincs kereszteződés, csak ez a 4 óra. De ez pont ezért jó. Mielőtt tovább menni, ha valakinek van személyisége, akkor ez nem játszik be. Arról a téletben, akkor ezért hasonlítunk egy picit mind a hármotokra. Mutatom nektek, ugyanis valóban kezdtek hasonlítani egymásra, itt is a fotó, ahol bebizonyítom nektek, hogy mindenkiben van egy pici a másikból. Körbeadom. Ez egy program? Ez egy program, ami arcot cserél, de úgy csináltunk most előbb egy csoportképet, hiszen arcot cseréltem rajtok. Ott például a kis Vadon Tibike, ugye? Ott áll. De hát azt gondolom, hogy a Balázs és a Jani szerepcseréje az egész egyszerűen brilliás. Ezt elrakjuk a Morning Show-on. Én lettem a Balázs. Igen, te vagy én. Én meg a Feri lettem, és a Balázs a Jani. Én nem tudom, ki vagyok. Én sem. Te a Jani vagy, nem, én te a Jani lett? Vagy. Nem látod? Igen, nem. Igen, a Jani meg a Tibi. Jani meg a Tibi. Szóval az elég, hogy szerintem baromira hasonlítok egyébként egymásra, de... Én úgy nézek ki, mint egy neandervölgyi. Jó, de nézd már meg. De neked ez is jól áll. Igen, és nem is nagyon óriás, nyújtunk bele a képbe. Óriás homlok. De miért? A kis Vadon Tibike? Hát...
Jó, aki nincs Facebookon, annak fölteszik a Morning Show.hu-ra is, meg a Facebookra is, hogy lássátok, Jézusom. Mert ez akkor élvezhető igazán, nézzétek meg, és akkor ott látni fogjátok. Ez egy maga egy letölthető applikáció? Abszolút, ami arcot cserél, tehát beraksz 3-as, 4-es csoportképet, benyomodsz, megnyomsz egy gomb, meg nem is kell áthúzni. Ja, nyomsz egy gombot, és így teljesen véletlenszerűen csereberíli az arcokat, elájulsz rajta, tehát fél sírsz. Fél csináltam, hogy arcot cseréltem a barátnőmmel, figyelj, és az igazság, hogy fél olyan csaj vagyok. Sírsz, olyan melleim vannak. Ezt letöltöm, mi az app neve? Valami FaceSwap. FaceSwap? Jó, megnézem. Feri Balázs egyébként. Egyesemben, hát, nem? Igen, igen. De miért, figyelj, te szerint azt gondolom, hogy Balázs olyan vadon Jani egyébként. Az a, igen, abban van valami. Viszont én, illetve az, ami lett belőlem, azt a srácot én ráadásul ismerem, csak nem jut az eszembe a neve. Én őt ismerem. Ez én vagyok. Hát nem, ez te meg én vagyunk együtt, de mi ketten kiteszünk egy harmadik, az egy létező személy. Az a Wrap My Face, az az? Meg, de ismerem azt a srácot. Na jó. De semmi, egyébként nincsen bennetek semmi, tehát hogy egy valami tulajdonos, hát, egymástól átnyaltatok, nem mondjátok már, olyan kamusok vagytok. De azért ilyen biztos van, tehát abszolút. Nem, ezért, tehát hogy szépen lassan az évek során nem kezdtetek el egy kicsit, tehát te nem nyomadsz ilyen vadon poénokat, Jani nem vesz föl nagy címleteket, nem isztok együtt töményet. Tehát, hogy Balázs egy kicsit... az okniból alszik mostanában. Igen, van egy aláöltözetem, egy harisnyám, amikor szolidaritok jönni van, tudom, hogy ő most nagyon fázik a BKV-n, akkor én is aláöltözöm a kocsiba. Nem De Jani? Nem abba alszok. Hát persze, miben alszok? Nem ér alszok zokniban. Biztos, hogy nem alszok. Lába. Hát mert hideg van a lakásban. Biztos, hogy nem alszik zokniban. De figyelj, nincs náluk fűtés, mert talán fűtötök. Mit? Mi nem fűtötök? Fűtünk, de túl távol van tőlem a konvektor. Hát miért nem takarózol be? Mert... És van kis éjjeli zoknin. Aha, van. De hát cukiba is, hogy fűtés után fölhúzod. Az a külön ujjas? Nem, az a lábtyű. És van ilyen csúszásgátló az alján? Ilyen csúszásgátló van az persze, ha pisilni kell kimenni este, akkor ne, hogy eles. Igen, a pisába. De jóság. Mert hogy esetetben mindig menni a brunyában. Azért 20 év ide vagy oda, azért ezt nem tudtam rólad, hogy zokniban alszol. Azt tudom, hogy stoppolod az okniaidet, de hogy zokniban alszol. De egyébként izére huncutkodásnál leveted, vagy akkor már, hogyha addig... Be, huncutkodásnál, mivel ezek nejlon zokni, koton helyett is jók a farkamra. Te hülye. És kis alsógatja úgy zokni, vagy pizsoma is zokni? Pizsama is zokni. De nem ilyen igazi pizsama már, nem ez a klasszikus. Bárányos. Ilyen gombolós, ilyen csíkos, galléros. Kezes egy lábas, és hanem egy ilyen aláöltözött jellegű. Mint a Robin Hoodban az ilyen izé, ilyen kis jéger alsóba alszol. Ilyen jéger, hát nem ilyen jellegű, hanem kicsit modernebb már a dolog. És nem akar megállni. Nem 78-ba vettem, hanem 82-ben. De miért nem fűtötök, hogy miért nem használsz paplan? A zokni az rohadt jó szerintem, hogy zokniból alszik. A csajoknak rosszabb a keringése, vagy aki vashiányos, vagy alacsony a vérnyomás, az alszik zokniban. Ezért a pasik ritkán alszik a zokniban. Nekem a lábam. De nem az lehet egyébként, hogy úgyis a kádban most a kés, ott magán szárítja, nem? Nekem van egy ilyen, sajnos ez egy ilyen családi vonás, hogy mi hajlamosok vagyunk az ilyen visszerességre, és nem olyan jó a keringés a lábunkban. A keringés az érszükület egy idő után, ez nem jó. És azért egy picit idegebb a lábam, és akkor ezért zokniban alszom. A konvektor meg az a baj, hogy ott van a gyerek mellett, és hogyha feltekerem a konvektort, akkor a gyerek alszik pucéran, én meg normálisan. Tehát, hogy ez a baj. Vannak most láttam ilyen bedugható, ilyen fűthető lepedő, tehát ilyen ágyhúzat, belakod a 220-ba, és az egész ágyat forró lesz. Tudom már, ha téged húznak, mit veszek karácsonyra. Az úgy, hogy már inkontinens vagyok, és megrázna az áram. De nem a szerepcserék, vagy Jani zokniban alvása az, ami ma igazából böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Húha, nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Tényleg úgy néz ki a Feri, mint egy neandervölgy, így a Balázsak kevésbe. Kicsit elcsúszott. Nektek az a baj. Nektek ti közös gyereket semmiképpen ne vállaljatok, mert az nem. Már túl vagyunk rajta. Majd a Feri Balázs. Hogyha véletlen ott tartan az orvostudomány, hogy tudnának közösen gyereket vállalni, semmiképpen. Ja, nem lenne szép, arra gondolsz? Nem lenne szép? Talán nekem a független anyát, aki kihordja, és akkor de előtt csinálnak egy túrmixot? Nem. Na, mi böki a csőrödet, Tibi, menjünk tovább, mert aki nem látja, hogy annak ez nem annyira érdekes. Figyeljetek, van egy olyan problémám, amiben a segítségeteket kérem, hogy hogyan tudok ezen túllépni. A napokban jöttem rá, hogy ráz a csajom. Csinál? Ráz. Érted? Ki ráz? Nem, elmondom, mi van. Tehát azon kaptam magam, hogy vettünk egy nagyon szép kabátot, ami nagyon csinos, nagyon meleg, minden szuper jó, és gyakorlatilag azóta akárhol megyünk,
gyakorlatilag olyanokat ráz, úgy megvág, egy, hogy konkrétan ez a földről kefőkkel. Leveszi a kabátot akkor. Így van. De nem csak sétálunk egymás mellett, és konkrétan olyanokat sülök ki egy ilyen ruha, ilyen fém, ilyen ruha fogason, mondjuk egy boltba, vagy bármi, hogy figyelj, konkrétan megszédülök, és nem le kell, hogy üljek. Tehát, konkrétan... Marha egyszerű, az egész pár száz forint, sima magas gumikesztyűbe. Nem, de hogy mi a megoldás? Tehát, hogy egy láncot alulra fölraksz a kabátra, húzza maga után a földön, az jó? Az jó, nem? Tehát lánc? Egy lánc, egy vékony kis ez lánc. Nagyon jó ötlet. Azt rácsavarozod a kabátra alulra, belülre a sejembélésre, mert az ráz, és akkor és az húzza maga mögött. Ennyi. Az rohadt divatos, nem? És az lehet, hogy a végére teszek egy kis lakatot, és amikor éppen mondjuk olyan dolgom van, akkor oda is tudom lakatolni, mondjuk a fűtéscsőhöz. Persze, akkor nem tud elmenni. De vágott már bennetek, mert meg iszonyatos módon, tehát van olyan így, amikor nagyon megvág valaki, ez megvan az érzés? Meg, hogyne, persze, meg. Abszolút. Hát meg. Ha egy linoleum padlom vagy műanyagom, vagy mi az, ami így ugye tölt, és akkor kicsit az ott úgy ráz, igen, az elég kellemetlen. De jó, akkor van ez egyszer, tehát megpróbálom földelni a barátnőmet, ugye, akkor ez volt az egyik ötlet. Akkor lehet azon gondolkodtam, hogyha adok a kezébe egy ilyen kis izzót, akkor szerinted egész nap tud vele világítani, hogy az... Végül is az egy jó kis mutatvány lenne. Vagy az... akkor egyik lehetne ő a női dynamo. A trükkmester, igen. Hát vagy tedd a szájába az izót. Ja, de akkor nem tudja kivenni. Így van. Ugye az úgy, hogy bevenni be tudod, de kivenni nem tudod. Csak a végét, micsoda? A foglalatot kell bevenni, csak a foglalatot. De szopogatja, igen, a végét, a fém végét, és kifele világít. Igen. Tehát nem kell zseblámponyar. Tehát, hogyha elmegyünk ebbe a kabát, megyünk kirándulni, akkor gyakorlatilag este ugye, mint egy fényszóró. Milyen izgalmasan sokat megtudtunk most a barátnőt szájára. Nekem ez hogy ráz. Igen. Jó. De hogy erre nem is tudom, na, takarodjál onnan, ha lenne mínusz egy, hogy ez böki a csőröd. Miért? Figyelj! Finom a haldoklik a rovat, nem tudom, hogy ezért érkezett, hogy már rá a barátnő, ez böki a csőröd, ez már tulajdonképpen effektív a rovat elmúlása. Nem hallgat. Az, hogy ilyenkor egyébként ez az indokkal visszavihetem a kabátot, hogy rász benne a barátnő. Ja, értem. Na, az már egy izgalmas futás, nem? De miért nem? Figyelj, egész nap csapkod, mint hogy Zeus érted valami villámokkal, tehát azt miért nem vihetem vissza? Én nem tudod visszavinni. Na, gyerekek. Hát erre csak egyet tudok mondani. Egyéb batyút. Egyéb batyút. Tulajdonképpen szerintem ez a megoldás. Illetve ha D-vitamint innátok mellé, még nagy mennyiségben, az is jó tenni. Na, meghozom az ítélet. Egyes szintű, abszolút indokolatlan csörbökés. Ma egy kicsit korábban elmehetsz. Holnap már nem kell jönnöd. De miért? Miért nem az újságot hoztad be? Azt akarunk szerezni belőle. Hát, és talán majd behozzuk a konkrétan, jó, jó, azért, van egy másik, mert az valóban érdekes. Miért? Azt nézem, hát te annyira hülye vagy. Hát érted, az, hogy gyakorlatilag nem tudsz hozzáérni a barátnőt, ez már agyonvág, érted. De akkor ne érjen a kezedéri hozzá, hanem a melbimbóddal, és még élvezni is fogod. Ó, de jó, vagy kincs. Ó, mégis. Csapasd meg magad, igen. Ne vedd le a kabátod. Jó, mit hoztál témának? Na, azzal még helyre tudod ezt tenni. Nem. Mi a témát? Kipróbáltam nektek valamit. Hogyha rám néztek, most mit érzékeltek így? Most így hirtelen, csak próbáljátok meg, hogy... Hogy mit kéne kipróbálnod? Nem, te szemét látod. Ja. Igen. Nem, hogy mit látok rajtam? Látjátok-e, hogy azt a kiegyensúlyozottságot, hogy a természettel egyé váltam? Hát nem, hogyha rád nézek, és arra gondolok, hogy ilyen lett, akkor nagy volt a baj. Milyen volt az előtte kép? Jó, most vagy az utána kép, vagy most hogy vagy? Igen. Segítek egy picit. Nyilván tudjátok, hogy nekem az, hogy egyensúlyban legyek a természettel, semmi az egészséges, egészséges életmódon, hogy fényé váljak, a meditáció, ezek a dolgok, ezek az én életemben baromi fontos. Igen, ezt ismerlek, tudom, hogy sokat meditálsz, tantrázol, különböző meditációs technikákat is, ezt tudom. Jó, erről sokat szoktunk beszélgetni. Ezt hagyd meg a meglepetésnek. Ezért elmentem és kipróbáltam a kedvetekért, leteszteltem egy baromi divatos dolgot, ami nem más, mint a Bikram jóga. Mit tudtok a Bikram jógáról? Ez nem az, amikor egy bizonyos hőfokon jógáznak? Ez nem az a Bikram, amikor hát egy bizonyos hőfokra melegítik a termet, és akkor ott bizonyos melegben te jógázol, nem ez a Bikram? Hát a bizonyos az ugye az egy elég szelíd megfogalmazás, belerohadsz a terembe. Igen, tehát ez az, hogy... az 50-60 fokos teremben jógázol, így nem? Így van. Az így nagyon van, kemény. Na, én elmentem, ezt kipróbáltam a kedvetekért, ott arcoskodtam, mondtam a páromnak, hogy jöjjön be ő is velem, ő már volt egyszer, mondta, hogy higgyem el, hogy majd ha meg fogom érteni, ha kijöttem, hogy miért nem akar bejönni. Igen. Na, az a lényeg, hogy bemész egy terembe, ugye előtte
előtte mondják, hogy meg kell inni 2 liter folyadékot, csak mondom, hogy nektek ez miért nem lenne jó. Meg kell inni előtte, hát dehogy nem. Meg kell inni előtte 2 liter vizet, Feri, a te kedvedén mondom, nem lehet kiváltani rozéval. Rozé fröccsel, pedig bemennék mikramozni. Meg kell inni előtte 2 liter vizet, és nem lehet előtte enni. Na most én ezt úgy betartottam, hogy előtte az úgy voltam, hogy az éhen csak nem jogázok. Kutyafáját éj gyomorra ki akart üres, mikramozni. Üres gyomorra nem mikramozunk, be is vettem egy ilyen sajtos sonkás croissant, figyelj, voltam olyan rosszul, aztán beledöglök. És mondták, hogy meg kell inni 2 liter vizet, mondtam, hogy 2 liter vizet semmiképpen, de 2 deci kólát leküdtem azért, hogy mégis csak folyadék legyen. Ez abszolút a jogára való felkészülés. Ugye? Igen. A sonkás sajtos croissant beküdve, meg egy 2 deci kóla. Ugye? Maximális, készen álltam, ekkor én készen álltam a Bikram jogára. Azt mondják egyébként, hogy annyira kemény a sztori, annyira nagy a hőség, hogy 15 perc után ki akarsz jönni, tehát hogy menekülni a 15 perc után átlagosan. Most az mit, hogy azt mondják, most akkor voltál vagy nem voltál? Nem, csak így már, hogy voltam, így el tudom mondani, hogy ez nem igaz, mert 7 perc után akarsz. Ja. 7 perc után jönnél ki, nagyon kemény, olyan rosszul lét volt rajtam, hogy tehát a pánikról ahhoz képest egy kutyafüles. Úgy kell elképzelni, hogy szétfolyt a teremben, a barátnőt pedig megrázott mindenki. A barátnőm belelépett, és mindenki megdöglött. Kitettek egy táblát, hogy a teremben csőtörés van, tudod, feltört a víz. Nyugi, nem csak én izzadok. Hoztak halászokat a Balatonról, és lehaláztak. A másik, hogy mondanak egyébként, hogy rengeteg jó nő van Bikram jogán, látok ezért a palit, mert rengeteg jó nő van Bikram jogán. Például, de igazából ezt nem fogod látni, ezt sem tudom igazolni, mert hogy közben a szemed is izzad. Tehát, hogy... Volt valami ászana, amit meg tudtál csinálni? Tehát volt olyan testpozíció, amit föl tudtál venni? Csak... Hát volt egy hátonfekvés, ami egy hátonfekvés? Ami úgy ment, mint a legnagyobbaknak. Na mindegy, bementem, ezt úgy kell elképzelni, hogy kb. 30 ilyen hő befúvó, az, ami otthon is van, ami neked is kéne a lábadhoz. Hívjuk hősugárzónak. De nem, mert ez ilyen befúvó, tök mindegy. Az tolja be a meleget, és hát akkor... Hogy jó meleg legyen. Hogy jó meleg legyen. Na, bementem egy jéghideg üveg vízre, mindenkinél van 2 liter víz. Én rögtön benyitottam, tudod, bepakoltam, szevasztok, cső, megjöttem, tudod, TV rádió, hellóka. Erről kimentek. Közt TV, akkor mi a másik teremben leszünk. Te kretén. Letettem a vizemet, nem tudom, ilyen 20 perc után. Szia, TV, ez a terhes jóga. Egy teremmel arrébb van a Bikram, tudod. Belégzés. Jó, letettem a vizemet, mondták egy 20 perc után, hogy akkor most lehet egy kicsit frissíteni, mindenki így jön akkor bele a jó kis hideg vizébe. Fölveszem, beleiszok, tűzforró, rohadt forró víz. Na, mi a túlról, tudod? Lányos zavaromban leraktam a hősugárzó elég konkrétan, és onnantól tudtam, hogy van 90 percem, meg van egy flakon forró vizem. Tehát, hogy igazán komfortos lesz az edzés. Akkor próbáltam csalni, próbáltam a hősugárzót elrugdosni magamról, tudod, és itt finoman, amikor senki nem figyelt, így elállígattam magamról a hősugárzót, a mellettem álló elkezdett indigetni, menj már az anyádba, tudod? Mert hogy ő rá most már kettő. Igen, meg ráadásul ezért fizet. És hát voltak, tehát ugye gyakorlatilag ezek mentek folyamatosan, és voltak azok a teljesen testidegen pózok, amiket közben meg kell csinálni, miközben tényleg az életedért küzdesz, és közben egyfolytában mondják, hogy most éppen melyik mirigyednek teszel rohadt jót, érted, de közben készülsz beledögleni. Hát voltak ezek a, tudod, a lábad a földön, ahogy nyújtva vannak, nyújtva a térdek, nem tudom, minden, és közben tenyerelj a földre. Na, parancsolsz? Most ez megvan? Tehát azért Feri, te megpróbál egy letenyerelni teli tenyérrel a földre. Bármikor akkor gondolom, hogy... megcsinálom. Bármikor. És akkor ez minden gyakorlat után volt, tehát Tibi, neked máshogy is lehet szített volna. Egyébként igen. Én is, mert én voltam jogától, ez a Balázs, jó, neked ezt lehet így is. Jó, mert jó, te hajlítsd be a térded nyugodtan. De jön a mondat, tudod, mert nem tudod megcsinálni. De az igazán kellemetlen az, hogy te hátul állsz, tehát hátul semmit nem tudsz megcsinálni, de elől közben olyanok vannak, aki látott, hogy az egyik gyakorlatot például konkrétan úgy csinálta, hogy az egyik lábát így fölvette álló helyzetbe, fölvette az ölébe az egyik lábát, majd fölvette a másikat, és közben lebegett. Nyilván. És talán volt egyik gyakorlatot annyira profin csinálta, hogy szabályosan láttam, hogy fényé válik, érted? Tehát, hogy konkrétan én volt, és tényleg az van, hogy névvel mondják, hogy tehát névvel egyfolytában aláznak, tehát nem aláznak, hogy nyilván figyeltek rám, de Tibi, neked így is jó, Tibi, te csak ügyére, Tibi, te állj a sarokba, Tibi, így áll egy picit, kezdesz rosszul kinézni. És az igazán kínos az, hogy tényleg az van, hogy megmondják az elején, nem lehet kijönni. Tehát, hogy ne legyen az benned, hogy 15 perc után elkezdesz menekülni, mert egyébként menekülnél tényleg. És fél ott ülsz, és haldokolsz, és egy ilyen 50 perc után én vállalom, hogy megszégyenülve, megsemmisülve, már semmit nem csináltam, már csak ott ültem, és próbáltam levegőhöz jutni, és így pihegtem a kis padlomon, és egyfolytában ittam, és nem tudom, próbáltam így a dolgot túlélni, de azt gondolom, hogy mindenkinek, aki erre a Bikram jogára jár, ki kell osztani egy ilyen évhőse díjat, mert embertelen. De tulajdonképpen miért mentél el? Mert számomra nem derült ki, hogy...
szolidaritásból kipróbálni miattunk, vagy csak úgy, mert nézni, azért mentem, hogy leteszteltem, mert sejtettem, hogy te nem fogsz elmenni, azért, mert a frizurádat nem akarod leizzadni, a Feri az életében nem volt még 2 liter vizet, a Janinak meg ez annyira könnyű, hogy ő meg minek menjen. Tehát, hogy gondoltam, hogy akkor leteszteltem. Én gondoltam, hogy szolidaritásból. Leteszteltem nektek, hogy mi ez a Bikram joga. Ti egyébként nyomtok valamit? Tehát, hogy ti bármilyen módon így jogáztok? Én astanga jogáztam elég sokáig. Micsoda ez? Astanga. Hát különböző irányelv. Joga, ez is egyfajta irányzata a jogának, azt csináltam. És ez jó, nagyon jó egyébként. Ez fél évig csináltam. Jó. Kifele volt egyébként egy tálalma, amikor megkínáltak minket, ott volt egy kicsit, a vércukrot így rendbe rakja, és ki volt egy ilyen kínálom, mindenki vett belőle egy szeletet, én leküldtem egy ilyen 20-at, csak hogy lefolytsam a kólát, meg a croissant. Tibi, azok műgyümölcsök voltak. Nem volt rágos viasz. Ahhoz egy éve nem nyúlt senki, Tibi, azok műanyag gyümölcsök voltak. Voltam olyan szarul, hogy a műanyag gyümölcsöt megettem volna kifele. És tudod, amikor próbálsz így ízni a végén, mert elkezdtem így oldalazni kifele az ajtó felé, tudod, és mondtam az edzőnek, hogy mondtam, hogy csak ide állok mellé, de akkor majd szemeztem a kilincset, hogy mikor tudok kirohanni, úgyhogy ne vegyenek észre. De tehát mondom, aki ezt csinálja, azok a legnagyobbak. Manó büszke volt rád? Borzasztóan büszke volt rám. Egyébként hazamentem, rögtön szét is rúgtam az összes hősugárzót. Tehát, hogy kettő dologra biztosan jó, egyrészt által rohadt egészséges, a másik, hogy életre megutálod a hősugárzókat. Tehát, hogy minden hősugárzó onnantól kezdve ős ellenség. Jani, te nyomadsz valamit? Te próbáltál bármilyet, vagy neked ez ilyen kamu műfajok? Hát így a hiperből veszünk ezt azt. Hát mit értesz az alatt, hogy nyomatunk-e valami? Te relaxálsz valamit? Te is azt? Én hát így egy picit, hát ezt a részét mondjuk így ilyen lazítgatok, meg csinálgatok ilyen dolgokat, így nyújtogatok, de semmilyen extrát. Ne, mazsolok. Feri, miért kérdezel meg? Na. Nem tudom föltenni a lábamat a nyakamba. Minden esetre én be tudom kötni a cipőfűzőmet anélkül, hogy ne rogyasszam be. De nekem a párom meg tök szívesen meg. Nekem a párom tök szívesen megcsinálja. Feri nem jogázik, ő velencei tavat sétál át. Ennyi, nem biciklivel megy körbe. Feri a haslengő jogát csinál. Nem kellene neked a műjön. Nem a miénk, ez az indiaiaké, érted? Jó, én se gondolom azt, hogy te ők nem se lovagolnak szépen. Kifele mellett azért nem véletlen nem váltottam ki a bérletet. Tehát azért is el kell mondjam őszintén, hogy én még életemben nem örültem ennyire annak, hogy kijöttem valahonnan. Feri életében nem volt olyan periódus, amikor ne terpesztett volna vele ki helyette. Érted, hogy mire célzok? Ugye ő menős rác, neki nem kellett megtalálni. Igen, és hát ezt kevesen tudják, de egy maga a jóga, az ugye az alapjából még semmi másról nem szól, mint hogy egyfajta testi felkészülése a majdani szellemi gyakorlatoknak. Tehát amit mi nyugaton csinálunk, mint jogázunk fél évig, az még csak az első lépcsőfoka annak, amit ugye mondjuk keleten csinálnak, ugye azért jogáznak, és veszik föl ezeket a különleges testgyakorlatokat, hogy lelazuljanak annyira, hogy hosszú ideig tudjanak egy pozban ülni, ahol aztán indul a meditáció. Gyakorlatilag ennek az első rész, ez csak egy felkészülés. De egy helyben jóga nem más, bonyi. Mint egy laza felkészülés egyébként Indiában, amivel rákészülnek arra, hogy majd tudjanak úgy ülni, hogy közben elérik a megvilágosodást, nyilván szellemileg. Tehát, hogy és ennek az első lépcsőfok első mozdulatának az első tizedénél vagyunk, ahol ugye az egyik ászanából már nem tudsz fölállni, az nekik a bemelegítésnek, a ráhangolódásnak a bemelegítése. Igen. Tehát ezt nagyjából így kell elképzelni. De mert Ferivel így egy helyben ülni, azért rohadtul tudunk. Tehát, hogy mi rá, nem? Ha van Frencs, én nagyon sokáig. Én úgy érez, egy jó pohár töménye. Egyénes gerincel mondjuk egy 16 órás meditációban, lótuszülésben azért azt úgy megnézem. De minél, hogy ki tudunk menni pisilni, sokkal jobb. Meg persze. Egy csülköt is berendelünk. De meghajt. Most szálkásítunk. Igen, csak az az érdekességenek a dolognak, hogy ugye az eszköz lett a cél. Tehát, hogy megfordultad, de ez csak egy eszköz volt bizonyám. Ahhoz, hogy a céljaidat, a lelki céljaidat elérjed. Mm-hmm. Ez olyan, mint például, amilyen mondjuk a Shaolin Kung Fu-nak a hihetetlen népszerűsége. Hát a Kung Fu annak idején ugye a Shaolin szerzetesek ez azért került el, mert hogy a hosszú meditációkat fizikálisan ők nem bírták. És ezért elkezdtek kungfuzni, hogy bírják. Aztán de a kungfu került előtérbe a meditáció helyett. Tehát, hogy ez érdekes, a joga is egy ilyen mellékterméke annak, amiről ez valójában szól. Csak itt meg közben ugye főtermékként használják. De valójában de azt gondolom, baj. Hogy ez a fajta meditáció, ez mindenkinek szíve joga, nem? Na jó, félve kérdezem meg, hogy a statikusan feltöltődött barátnőm miatt a arcok megcserélődési miatt. Bemutattam nektek, hogy milyenek lennétek egymás bőrébe. És azért kipróbáltam nektek a Bikram jogát, és ott rohadtam egy terembe 90 percen keresztül, csak miattatok, jogos a taps és a sikoly. Na. Ez vagyok én. Jól van. Jogos volt? Jogos volt. Jogos volt. Jogos. Morning Show! Együtt ébredünk. Morning Show. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show! Amiről akartam beszélni, egy ilyen nagyon helyes kis beírás járja most körbe az internetet, és
erről akartam beszélni, csak nem tudom, hogy mit akartam erről beszélni. Ja. Megzavart a csonka. De kinyitod az ajtót, hogy én megyek, és megyek. Köszönöm. Hogy ugye a levél a következőről szól, hát most nem tudom, hogy mikor ide, az interneten terjed, hogy kinek miért írnak be. Ez egy valódi beírás? Tehát ez mostanában került valakinek az ellenőrzéke. Anyukám és apukám, így szól az üzenet, viselkedésemmel szégyent hoztam rátok és az iskolámra. Írja ezt az a gyerek, akinek ugye a kézírása fölkerült az internetre. Én szaladgáltam. Szaladgáltam. Atya úristen! Ezért ezt a vásott kölyköt. Ez a vásott kölyök, igen. Hogy ilyenkor mi van, én már nem emlékszem, csak akarok erről kicsit beszélni, mint a Benni iskolás lesz, hogy elindul egy tanárszülő levelezés? Erről biztos nagyon sok szülőnek van élménye, hogy milyen, amikor te elkezdesz levelezni a tanárral. Igen. Hát ellenjegyezheted, az a legegyszerűbb, igen, amikor nem akarsz vele vitatkozni arról, hogy mondjuk ennyi időskorban nem fura, hogyha a gyerek szaladgál, illetve jó lett volna, hogyha mondjuk azon kívül, hogy szaladgáltam, kedves anyuka, kedves apuka, szaladgáltam, hogy hol és mikor szaladgált a gyerek, mert ha óra alatt szaladgált a gyerek, akkor oké, aláírod. De hogyha mondjuk a szünetbe szaladgált a gyerek, akkor az annyira nem egy nagy bűn. Igen, itt valakinek lefotózták az ellenőrzőjét, és valaki feltette az internetre, hogy itt tart ma a magyar oktatás, vagy hát legalábbis az iskola, hogy ezért büntetik a gyerekeket, ugye általánosítsunk, nyilván nem minden iskolában van ez így, hogy a gyerek szaladgált. Szégyent hozott az iskolájára, szaladgáltam, hogy ezt beíratják a gyerekkel. Érted? Ilyenkor te visszaírhatsz a tanárnak? Persze. Majd, igen? Hogy kedves tanárnő, picit több részletet legyen szíves, pont, pont, pont. Tisztelettel. Igen, vagy viszont, János szülő. Igen, vagy hurrá, egészséges a gyerek, tud futni. Igen, inkább ilyet írni. Igen, tehát nem is nagyon, igen, igen. Ugye? Igen, nem is nagyon mennék vele, nézhet, hogy hol szaladgált, igen. A világ kapott már ilyen beírás, hogy van ilyen, hogy beírnak neki? Vagy persze. Ez milyen rendszer, hogy magával iratják be, hogy ez már a megszégyenítés egyik. És most megírod az anyádnak. Igen, így van. A világnak magának kell beírni? Neki volt, igen, ő volt, hogy csacsogott ünnepély alatt is. És akkor ebből probléma lett. A szegény biztos annyira unta ezeket a hosszú, értelmetlen ilyen... Ne csacsog ő mindig. Hát egy gyereknek így működik az idegrendszer. Igen. Ez egy természetes lejárója a fejlődésnek. Hát, hogy... Szerintem, hogyha mondjuk a pedagógus az ilyesmire odafigyel, ismeri eléggé a gyereket, márpedig, hogyha például mondjuk egy osztályfőnökről van szó, és általában az iskolai ünnepségeken az osztályfőnök szokott állni az osztály mellett, ismeri kell annyira a gyereket, hogy tudja, hogy ki mellé nem lehet állítani, illetve hova nem lehet állítani. Tehát, ha csacsogos a gyerek, akkor én biztos, hogy nem fogom a hátsó sorba állítani, ahol valószínűleg tud majd beszélni, és ki tudja majd használni azokat a pillanatokat, amikor nem figyelnek oda, illetve nem állítok oda mellé olyas valakit, akivel szívesen beszélget. Jó, hát azért 30 gyerekkel mire lesakkozott, hogy a temperamentum alapján kivel lakott párba, és hova állítod. Picit azért ez is a dolga, tehát, hogy... Hogy neki, számolja ki, azért az nem egyszerű. Hogy neki azért tudnia kell, hogy kit ültethet ki mellé, meg kit állíthat ki mellé. Itt a hülye tanár egyébként meg aláhúzta az ént, hogy kisbetűvel írta a gyerek, és átjavította nagyére. Az milyen? Én? Igen. Tehát, hogy én szaladgáltam, és a gyerek kis így a mondatkezdés nagyé, és míg azt kijavította neki az ellenőrzőjébe. Érted, hogy hol tart? Tanítva nevel, ezt így hívják. Hát tökre igen. Igaza van. Hát ne írjon már hibás levelet az anyjának a gyerek. Na de hát valószínűleg egyébként... Olyan, tudod, hogy de valójában nem is lehet, nem is biztos, hogy ez egy megrovás volt, vagy ez egy intő volt, mert lehet, hogy ez egy dicséret volt, hiszen a torna talán íratta be. Igen, csak akkor viszont jó, hogy rohangált. De milyen hülye rendszer ez, hogy nem rohangálhat, nem? Milyen rohangálhatom, hogy ez szünetben történt? Hát a gyereknek az a feladata, hogy rohangáljon. Ez egy természetes fejlődés, hogy a gyerek mozogni akar, rohangálni akar, hát így vezeti le a 45 perc egy helyben ülés, ami egy 6 éves gyereknek, effektív egy 7 éves gyereknek az önkínzással ér fel. Mondom, nem? Én biztos, hogy egy beírtam volna, hogy picit kevés az info, pont, pont, pont. Kedves tanárnő, kicsit kevés az info, pont, pont, pont. Tehát, hogy azért jó lenne, hogyha, ha tudnánk, hogy ez lehet, milyen, hogy igen, milyen... nekiszaladt valakinek. Így van, tehát hogy mi történt valójában. Társait. Szaladgács közben föllökte társait, na, akkor már mindjárt más. Fölökte társait? Na hát most úristen, fölökte társait. Hát akkor most így van. Igen. Fú, gyerekek, nekem nagyon sok konfliktusom lesz. Az biztos. Ez már most megmondja. Ezt nagyon egyszerre mondtátok. És ha nekem sok lesz, a Vikinek mennyi lesz? Hát én egy ilyennél. Hát egyértelmű, hogy a gyerekedet kell megvédeni. Tehát iskolával szemben nagyon ritkán állhat szerintem az iskola oldalára. Neked kell egyébként bemenned, de a Vikinek ez teljesen egyértelmű. Én amikor a Benni iskolába megy, sőt már egy kicsit előtt, én már felkészülnék, és nem csak a tanszereket venném meg, hanem otthonra egy András keresztet a Vikinek, hogy amikor szülőértekezlet van, akkor szépen oda kikötözöd, és te bemész. Ő ne menjen be, ne engedd be, légy szíves a gyerek és lehet a család érdekében, illetve a tanári kar érdekében.
Hát nem tudom valahogy, az egész rendszer. Vedd lazára, humorosra, mondom, ezt írd vissza. Köszönöm, nagyon örülök, hogy egészséges a gyerek is tud futni. Tisztelettel Sebestyén Balázs. Ja, biztos. Nem érdemes belemenni. Én tudom, miért nem mennék bele? Mert mi van, hogyha olyan hülye a tanár, mert van ilyen, tisztelet a kivételnek, aki a gyerekeden fogja ezt megbosszulni. Érted? Ha belemész ebbe, és visszaírsz, hogy igen, és akkor mi a probléma, és mi történt? A szünetben a hangát, és magának az mi köze van, örüljönne. Visszaírsz egy ilyet, ami egyébként tök jogos lenne, és egyszer csak a gyereked majd azzal jön haza, hogy hát az a tanárnéni, aki beírratta velem azt, hogy hívják ott az velem. Nyilván persze mérlegelni kell, de én azt gondolom, hogy a gyerek felé kell mindig összezárni, tehát hogy a gyereknek azért azt éreznie kell, hogy otthon van az őt megértő magatartás, és te nagyon ritkán zárhatsz össze az iskolával a gyerek rovására, tehát hogy mindig a gyerek felé kell neked zárni, és a gyerekkel együtt összekapcsolni az iskola felé, hogy érezze azt az érzelmi biztonságot, amit otthon kap. Ebben nincs feltétlenül igazad. Jó, én ezt nagyon így gondolom. Mert ugyanis a gyerek azért sokszor, és ezt ti is tapasztaltátok már, visszaél azzal, hogy ti érzelmileg kötődtök hozzá. Elkezd ügyeskedni, elkezd okoskodni, úgy terelgeti a dolgokat, ahogy az igazából neki jó, és ő nagyon könnyen megvezet téged, és nagyon könnyen kihasználja azt, hogy te tényleg kötődsz hozzá, te vagy az apukája, a feleséged meg az anyukája. És a tanárnak borzasztó nehéz dolga van. Nálunk pontosan az az aspektus, hogy a tanárnak van alapból igaza. Nem voltam ott, nem láttam, meg kell hallgatnom őt, mondja el ő is, hogy mi történt valójában. Mert a gyerek elkezd majd ügyeskedni, elkezd majd okoskodni, elkezd sakkozgatni veletek, és simán kijátszik benneteket. Tehát, hogy a tanárt mindenképpen meg kell hallgatni. A szerencsétek van, akkor olyan osztályfőnöke lesz a gyereknek, hogy olyan tanárjai lesznek, akiket bármikor fel lehet hívni, bármikor meg lehet velük beszélni a dolgokat. Nekem szerencsére a gyerek mostani osztályfőnöke olyan, akivel gyakorlatilag mindent meg tudunk beszélni, és nagyon rugalmas, nagyon jól kezeli a dolgokat. De előtte mindig beszélni kell valamit. Nem szabad egyetlen ilyen mondatból kiindulni, amit az előző nem, most én nem arra gondolok az összezárás, hogy a gyerek betöri az ablakot, és azt mondom, hogy szép volt Pistike, ügyes vagy, holnap törd be a másikat, mert apád üveges, tudod, azt megyünk, legalább megiség van meló. Tehát nem erre gondolok, hanem hogy ha a gyereket frusztrálja a matek tanárja, hogy ő rossz matekból, vagy kettest kap, vagy az iskola, ugye a mai magyar oktatási rendszer egyébként megtesz annak érdekében, hogy a gyereket elbizonytalanítsa, stressz helyzet alá tegye, megfelelés kényszerbe állítsa, osztályozza, összemérje a többivel, azt mondja, hogy te hülye vagy, ő okos, te béna vagy, ő nem. Tehát a gyerek mire kijön az általános iskolába, tulajdonképpen effektíve tönkre megy. Tehát szerintem az egész rendszer úgy, ahogy van rossz. De hogy érezze azt a gyerek, hogy a te szemedben akkor is azt a fajta bizalmat élvezi, ha ő nem felel meg ott a tanárnak, vagy abban az adott tantárgyban nem jó, vagy őt mondjuk nem tudom, ütik-verik idézőjelesen, mert ő mondjuk hülye matekból, és ezért nem tudom, sokszor éri megaláztatás, mert ki kell menni. Érted? Tehát, hogy én nem fogom soha leszúrni azért mondjuk a gyereket, vagy ostorozni, vagy bántani, ha mondjuk valamelyik tantárból rosszabb lesz, és nem fogok hinni a tanárnak, hogy az én gyerekem hülye, mert nem jó matekból. Mert az én gyerekem nem hülye, csak nem megy neki a matek. Érted? És itt van a nagy különbség, hogy közben a gyerek hazajön, tanul 8 órát, veled a tanár elhiteti, hogy tök hülye a gyereket matekból, közben nem. Tehát gyereket nem hülye, csak lehet, hogy nem ért a matekhoz, viszont nagyon jó lesz majd valami másban. Akkor engedjük el a matekot, nincs ezzel baj, maximum ne bukjon meg, ennyit kérek tőle. Tehát, hogy úgy így értem az összezárást. Tökre értem, érzelmi összezárásnak kell lenni, hogy ilyen helyzetben nem fogom azt mondani, hogy Benni, ne rohangálj, mert teljesen természetes az, hogy a gyerek rohangál. Gondold bele, hogy beültetik őket 45 percbe egy olyan követelményrendszerbe, ami egész egyszerűen nonsens. Osztályozzák őket, szintén nonsens. Nagyon sok olyan alternatív suli van már, ahol nincs osztályzás. És nem érzed azt, hogy te rosszabb vagy jó vagy, hanem effektíve ilyen elbeszélgetések vannak fél évkor meg év végén. És tök jó, mert nem méred magad a másikhoz. Igen, az iskolák nagyon kis százaléka ilyen, inkább a hagyományos formák működnek. Még ugye, hogy a fele eldolgozatot ír, osztályzatot kap érte. Nem egy jó rendszer. A Vekerdi nagyon sokat ír, és nagyon sok minden, amiben igaza van. Szerintem nagyon sok minden lehetne változtatni, hogy ne stresszként éljék meg, hanem valóban az erősségüket fejlesztve kerüljenek ki egy adott iskolából, és ne tulajdonképpen lelkileg a stressztől, a követelménytől, az iskolarendszertől tönkremenve este 8-kor, 10-kor még otthon tanulva üljenek, mert nem ez a gyerek természetes feladata, hogy egyébként ő hazajön az iskolából, és még otthon tanuljon. Nem így kéne, hogy működjön. Ez egyiket ez a rendszer az életében később ugyan, tehát hogy valahol a kettő között van, mert abban igazad van, csak a mérés maga, hogy a teljesítményét méred, az a rossz, hogy mással összeméred. Nagyon sok van, például... a Lauder, a Waldorf, nagyon sok olyan van, ahol effektíve nem osztályzás van, és sokkal, és együtt játszanak, együtt táncolnak, énekelnek, és egy teljesen másfajta teljesítmény, nem is teljesítmény, kényszerbe vannak benne a gyerekek, és nagyon sokan tanulnak
tanulnak tovább, nagyon sokan mennek egyetemre, tehát hogy ez a 5-ös, 2-es, 1-es hülye vagy megbuktál című rendszer, ez nem biztos, hogy egyébként működik. Az, tehát, a gyereket hülyéző tanár, azt szerintem most nem erre gondolok, de gondolod, egy gyerek mit érez, gondolod, hogy a másik társa 5-ös kap, ő 2-es kap, hogy mennyire elindul az önértékelés zavar, mennyire indul a gyerekeknél a komplexus, látja, hogy valaki jó, pedig ő nem rossz, ő csak nem jó matekból, de viszont, még nem hülye, érted? Azt szerintem azért tényleg tudomásul kell vennünk, hogy a pedagógusok ma Magyarországon, azok igazából nem kitalálták ezt a rendszert, csak működtetnek egy olyan rendszert, ez amit ők is készen kapnak. Ez így van, hát nyilván nem ők találják ki, hát nem, persze. Tehát a pedagógusok sokkal jobb rendszert tudnak működtetni, mint akik egyébként döntés hoznak arra, hogy működjön ma mondjuk a magyar oktatási rendszer. És simán lehet, hogy hozzájuk is közelebb áll az a fajta rendszer, amit mondjuk te tartasz üdvözítőn. Persze. Szóval én az összezárást úgy értem, hogy ilyen beírásnál például kutya kötelességet nyilván megkérdezni a gyereket, rászólni az órára rohangál, de semmiféleképpen nem igazat ad neki, ha gyerek volt, de a szünetbe rohangál. És tudod, azt kell mondani, hogy tudod mit? Rohangáljál, mert az a dolgod, mert attól leszel egészséges felnőtt, ha lemozgod azt a 45 percet, amit egyébként egy helybe kell ülnöd. De az a fajta ilyen teljesen partalan és ilyen szemellenzős elfogultság a gyerek felé, az meg nem jó. Tehát, hogy meg kell kérdezni tényleg a tanárt, meg kell az egész sztorinak a hátterét ismerni, beszélni kell vele, tudni kell az összes infót, és aztán utána mondani át vagy bét, hogy ez történt, vagy az történt, és azok szerint elbírálni a gyereket is. Szerintem a gyerek, a legfontosabb gyerek érdekében történik minden, de az, hogy a gyereknek jó legyen, az a gyereknek, a te, meg a tanárnak a feladata. Tehát három embernek kell összezárnia abban, hogy a gyereknek legyen jó. Nem csak a szülőnek és a gyereknek, hanem a szülőnek, a tanárnak és a gyereknek. Persze, igen. Én biztos, hogy valamilyen alternatíva viszem majd a Benit, tehát, hogy ahol elkerüljük ezt a fajta osztályozási rendszert, meg teljesítménykényszert. Totál nonsense, hogy 8-10 éves gyerekek egyébként hazajönnek 3 órakor az általános iskolából, és este 7-8-ig stresszelve ülnek az íróasztal mögött, hogyha nem tanulják meg holnapra az anyagot. Ebben lelkileg mennek tönkre. Ez nem egy jó rendszer így ebben a formában. Ez nem erre van kitalálva az oktatás. Tehát ez nem így kéne rögzíteni a gyerekekben ezt a dolgot. És 8 óra, 9, és még otthon ül, és a szülő üti, veri a fejét, hogy de még akkor üljél 9 órakor történelmet tanulni. Hol tanul az gyerek este 9-kor történelmet? Hát abból mi marad meg neki, érted? Szóval, hogy... Az a baj ezekkel az alternatív vonulatokkal, hogyha általános iskolában már egy ilyen jellegű iskolába iratod be a gyereket, akkor azzal ráteszed egy sínre, és a középiskolában, meg a felsőoktatásban is ugyanilyen jellegű iskolába kell majd beiratnod. Azért, de mert egyszerűen hozzászok... De hogy is, ott rengetegen mennek egyetemre a Lauderből, és annyira alternatív, és annyira más rendszerben tanítanak, és annyira nincs osztályozás, és annyi egyetem is tovább, mint az állat. Nem szokik hozzá, csak más lesz, és megtanul, de a Lauder az nem általános iskola? Van óvoda, van általános iskola, de van hát egy utána csomó, nem megy egyetemre, hát megy nem úgy értem, megy középiskolába, igen, de tovább tud menni középiskolába, és egy olyan szemléletet tanul meg, hogy utána rengeteg alapján működő középiskola is. Van alternatív középiskolák is. Mert az általás az nem zökkenőmentes akkor, hogyha mondjuk hozzászokott a gyerek ehhez a kicsit kötetlenebb, kicsit lazább, kicsit nem jó szó ebből a szempontból, de elnézőbb követelményrendszerhez, és utána mondjuk elmegy egy olyan középiskolába vagy gimnáziumba, ahol viszont a hagyományos rendszer működik. Tehát ott az átállás nem lenne zökkenőmentes. Talán felnőttként, közel felnőttként már ezt is könnyebben éli meg. Tehát 18 éves, amikor te bekerülsz egy olyan egyetemre, ahol ugye megvan ez, tehát hogyha mondjuk korteskedni akarok az alternatív mellett, akkor esetleg ezt lehet mellé, vagy ezt is mellé lehet állítani, de nagyon sok olyan suli is van most már, ami hagyományos rendszerű, de nincs ez a kényszer, tehát sőt, kifejezetten kérik, hogy este otthon ne tanuljon a gyerek, és nem alternatív, tehát a kettő között is van módszer. Igen, persze. De ez tényleg hülyeség, hogy most vered hatalmasan. Te levelesztél már? Ja, de ne óvinálatok, még nincs, nem? Nincsen. De fogsz? Viccel. Te is ezek fened a kasszát, mi? És megyek be a fél disznóval, akihez kell. Kis füstöltárú tanárnő, 2-es. Tanárnő névű kis házi sonka. 3. Pálinkát is neki. 4. Meg vagyok. Valahogy menjen át. Persze. Nem? Amíg nekem örökölték a matematikai affinitás, én nem mondtam, azért elég jó vagy. Hogy... Szerencsére nem. Nem? Nem, még nem. Hát most még nem. Én nem nyomom őket. Én mind a kettőnek azt mondom, legyél boldog cipész, azt akkor jó lesz az életed. Cipőt javít, érted? Tehát, hogyha ő az, akkor az, amerre sodorja az élet. Tehát nyilván kell pátyolgatni, meg megmutatni neki mindent a világban, de hogy sokkal jobban fogok örülni, ha egy boldog, kiegyensúlyozott kétkezi munkás lesz, mint hogyha egy boldogtalan egyetemi agyunktus.
Igen, aki veri a feleségét. Azt írva, aki Balázs, most már feldolgoztatnád ezt a matek meg kémia problémát. Elkezd nekem egy trauma. Néha még álmodom, hogy érettségizek. Mennyire készüljek. Az én fiamat azért akarták fegyelmi elé vinni, mert a szünetben az osztálytársa leöntötte vízzel, erre ő az első osztályból kivitte a vízipuskát, és azzal locsolkodott. Tegyem hozzá, hogy 7 év alatt ez volt az első panasz a gyerekre. Hát persze, hogy felháborodtam az üzenet hallatán. Jogos, nem? Jó, mondjuk vízipisztolyjal az iskolában lövöldözni, nem biztos, hogy talán annyira célszerű, de... De leöntötték, szerintem korrekt. Leöntötték előtte. A gyerekeknek 7 éves, szóval, hogy persze. Most figyeljük, akármennyire is, igen, de ugyanakkor meg tehát, hogy így a gyereknek valamilyen szintű fegyelmet meg rendszerességet tanulnia persze, kell. Nyilván, persze, anarchia lenne, ha az lenne. Tudom, persze. Hogy rohadtul demagógul hangzik, hogy az iskola nem játszótér, mert tényleg olyan, mintha egy ezt beírásba olvasna a gyerek az ellenőrzében. Tudod, kicsit az kéne, hogy legyen. A gyerek akkor fog megtanulni, szeretni tanulni, akkor fog rájönni, hogy mi érdekli, ha nem teljesítménykényszer van, hanem felelés van, hanem effektív, hogy 2-14 éves, igen, egy kicsit ő még ott játszhat. Egy egészséges játszva, átmenetnek kell lenni. Így van, és játszva szeretett meg, de ugye egyébként 7 évesen ő egy 15 kilós hátizsákkal este 5-ig tanul, az nem egy 7 éves gyereknek való. Tehát, hogy az persze, tehát, persze. Hogy van átmenet, persze, legyen majd a középiskola. Tehát a játék és a munka arányát kell folyamatosan ugye egyre jobban csökkenteni a játékot, és hozni be a munkát, de a munka is olyan legyen, hogy tanulják játékos formában. Na, ez a pedagógus feladata. 7 éves elsős kislányom szeptemberben büntetést kapott, mert tapsolt a torna órán. Na. Érted? Tehát, hogy mert tapsolni a torna órán. Micsoda renitens gyerek. Bravo! Bravo! Kitapsolt, kiadott zajt a tornateremben. Októberben pedig azért kapott büntetést, mert csúszkált a folyosón. Hogy azért itt súlyos hibák vannak. Hát és ugye a csúszkálás közben a gyereked, érted, akinek most beleesik a üvegbe csúszkálás közben, akkor mit fogsz mondani? Hát akkor ugye? Majd elbeszélgetek vele, hogy látod, Benikem, nem kell csúszkálni. Vagy okosabban kell csúszkálni. És látod, milyen okos a tanárnő, mert ő megakadályozta ezt. Előre szólt, hogy ne csúszkáljon a gyerek, mielőtt baj történik. Igen. Próbáltam kicsit Jó, az a jó. 8 éves lányom tavaly szeptembertől költözés miatt új suliba jár, első héten beírást kapott a napközis tanártól, idézem, engedély nélkül beszélt. Szóval érted ezt? Na, ilyen SMS-eket akartam, hogy itt tartunk, hogy engedély nélkül beszélt egy 8 éves gyerek? Ezek nem nevelő táborok kellenek, hogy legyenek. Tehát azért ezt egy tanárnak föl kell tudni mérni, hogy mi az, hogy 8 éves gyerek egyébként beszél, 8 éves, engedély nélkül. Miért ne beszélhetne? Megszólaltna? Hát meg úgy nehéz tanítani, hogyha 38 éves beszélget. Abba egy kicsit, érted? Értem, de hogy azért egyből beírás? Meg érted, tehát hogy így azért vannak átmenetek, nem? Igen, ott a pedagógus hibája is, hogy nem tud ezzel a probléma, mit kezdeni. Nálunk is ezzel van a baj, pont behívnak és fekete pontot adnak azért, mert a gyerek szünetben szaladgál. Persze, hát igen. Na? De azért nehéz erre mit mondani, mert tényleg az ember nem ismeri a hátterét a sztorinak. Tehát, hogy így mindig itt van egy ilyen okokozati összefüggés a dolgok között, hogy nem tudom, hogy most hogy milyen körülmények között szaladgált az a kisrác. Lehet, hogy már így gyülemlett így a tanárnéniben, vagy a tanárbácsiban már régóta. Lehet, hogy túlreagált. Lehet, hogy valaki helyet kapta idézőjelbe azt a fekete pontot, mert valaki miatt már berágott a tanár. Ők is azért nyilván emberek, és hát meg tudod, és nem is egy nincs formát. Fegyvered ezek ellen, szerintem akkor írsz be. Hogyha, és akkor az egy kicsit a pedagógust is minősíti, hogyha nem bír, nagyon nehéz, 20-25-30 gyerekkel, hogy beszélgetnek, tudod? Tehát akkor nem érdekes a tanár. Azért beszélget a gyerek, mert a tanár nem érdekes, amit mond meg, vagy ahogy mondja. Nem, nem is feltétlenül. Hát gyerek, hát beszél persze. Tehát azért gyerek. Igen. Na jól van. Oké. Igen, a kedvenc beírása a 8. B-ből az volt, tisztelt szülő, Dávidot figyelmeztetésben részesítem, mert hangosan kiabált kifelé az ablakon. Jó, ez helyes. Együtt ébredünk. Morning Show. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show. Mit szólsz az Obamához? Erről akartam két mondatot beszélni. Hát azért az ember az Amerikai Egyesült Államok elnöke, hogy azért mit meg nem tehet, nem? Mi a sztoria? Bekérte? Konkrétan odaszólt a trólokharca készítőjének, azt hiszem az HBO-nak, hogy legyenek szívesek, küldjék már át neki hétvégén a 4. évadot, mert neki van 2 szabad napja, és ő megnézné. Mielőtt kijön, még 60 nap van a debütálásig, vagy 50 nap, de én is figyelem a telefonom, egy applikáció. De ugye Amerikában sem ment még a még film? Nem, még nincs kész, de már ugye készen van. Csak van egy premier idő, amikor ezt műsorra tűzi valamelyik kábel, vagy
csatorna. És tudta, hogy akkor tárgyalása lesz majd Mozambikban. Írt egy levelet az HBO-nak. És most meg ráér. Írt egy levelet az HBO-nak, és azt mondta, hogy adják már oda az új évadot, mert neki most van két szabad napja, feleség elment Hawaii-ra, senki nem látogatja meg. Szeretné megnézni. És elküldték? Azt nem tudom, hogy végül is miért. Elmondta, hogy imádja a House of Cards-ot, meg a Trónok harcát, és hát szeretné. Szeretném megkapni. És akkor visszajött a válaszlevél, hogy kedves elnök úr, nem küldjük el, akkor mi van? Főhívta őket, hogy indulnak a kommandósaim? Ez érdekes, hogy ott, hogy az HBO igazgatójaként nem, és oda szól az Amerikai Egyesült Államok elnöke, egy küld már át. Most igen, tulajdonképpen csinál? Csinál? Nyilván kiírod egy DVD-re, és odaadod neki, mert megkérhet, hogy ne terjessz el, meg hogy ne nagyon a premiért azért ne üssük agyon ezzel, hogy kint vesz a neten az első rész. Elnök úr, ne tegye fel a izére a megosztóra. Legyek kedves. De most képzeld így, hogy hány helyen élő még ezzel vissza, vagy hány helyen használja ezt ki, nem? Hogy így neki azért így nagyon nem tud kinemet mondani. Jó. Még én is bekérném egyébként, ha tehetném. Figyelj, repülőjegyet nem kérsz, mert van ugye elnöki géped. Tehát az kihúzva, ellátás megvan a Fehérházban, az szintén kihúzva. Most azt csak foglalnak neked valahol, ha odaszólsz, szeretnél vacsorára menni. De egyébként én is használnám, ha nem? Én játszottam régen azt, hogy asztalt foglaltam mindig más névre, és megnéztem, hogy ki kapja a legjobb asztalt. Eljátszottam a vágóval, eljátszottam a Fridivel, eljátszottam a nacsával, tehát bemondtam mindig is, megnéztem, hogy kit szeretnek a legjobban, és totálisan le tudtad mérni. És hogy, ki nyert? Azt hiszem, a Fridi megnyert, tehát a Fridi mindig olyan asztalt, a Fridi mindig olyan asztalt kapott, hogy elképzelhetem, de nem utánoztam, csak fölhívtam őket, hogy én a Friderikusznak vagyok. Aha. Titkára, szeretném, ha foglalnának nekünk ezt, és elmentünk a Vikiről, és megnéztük, hogy a Fridi milyen asztalt kapott. Elmentünk, megnéztük a vágó milyen asztalt kapott. Elmentünk, megnéztük a nacsát, a Rütkot, így mindenki végigmentünk. És érdekes a különbség egyébként, hogy bemondasz egy A kategóriát, bemondasz egy C-t, nem mindig volt ugyanaz a színvonal. Tehát elültettek hátra, leraktak oda, tökéletes, igen, láttuk, van egy foglalása. Azt hiszem, a Fridi mindig jó asztalt kapott. Hát ne féltek tőle, hogy ordítani fog. Hogy hatalmas balhé lenne. Igen. Mi nem tudunk bekérni valamit? Egyébként? Nekem vannak kedvenc sorozataim, én betudnék. Hát én mehetom neked intézni a szomszédokat, hogy ezt így odaadják utólagosan visszamenőleg, ha gondolod. Nem, van egy kedvenc sorozatom, az nagyon jó. Az a House of Cards nevezető, az egy Kevin Spacey sorozat. Ez egy interneten jelenik meg először, egy fura, mert hogy nem... Tehát nem kábeltévére rakják föl, hanem ez internetes. A Netflix ezt csinálja, ugye? Azt hiszem. Fölrakják internetre. De őket fölhívni, hogy adják ide neked előre? Nem, például már a Bruzsi, szerintem ő hallgat minket, még ez egy fizetős internetes lap, hogy a Bruzsi, ha már gyártja a sorozatnak a szövegét, aha, mert ugye üzent egyszer a Homelandbe. Ja tényleg, igen, ugye, igen, Balázsnak szeretettel a Homeland záróivadát feliratozta, hogy legalább megkérdezni, hogy hogy áll a fordítással. Elég nehéz a nyelve, hát ő a hallgat megkapja, minket. Ő megkapja a filmet? Vagy csak szöveget nem, kap? Ő fönn van a neten, ő ugye azt letölti a netről, és aztán elkezdi feliratozni, ő megcsinálja. Én nem tudom, hogy kap egy fordító nálunk szövegkönyvet, szerintem aha, egyébként ők hallásból fordítanak. Ez kemény meló lehet. Legalább egy 3 nappal előtte küldj át, hogy meg tudjam nézni, miért fönn van a neten. Itt van a Bruzsi! Hello Bruzsi, jó reggelt! Hello! Jó reggelt! Hello! Változtasd el a hangod, nehogy utolérjen a hatóság! Úgy szeretem, hogy te mindig hallgatsz minket, hello! Figyelj, hogy áll a House of Cards? Hát, hogy elárulom nektek, de ezt nem továbbadni azért senkinek sem. De az igazat megvalva készül szépen lassan. Sőt, már azon is gondolkoztam, hogy megcsinálom az egészet, de nem fogom csak úgy megosztani, hanem előtte kérek egy két szívességet emberektől cserébe a feliratért. Tényleg, Balázs? Igen, na, és mi lenne ez, hogy mit csináljunk? Hát, azt még nem döntöttem el, szeretnéd nagyon. Voltolhatunk egyébként, figyelj, voltolhatunk. Ha idő előtt, mielőtt te felteszed a napra egy 2-3, vagy az internet egy 2-3 napra előtt át tudod küldeni, már az már nagyon szimpatikus lenne. Hát, azért nem tudom, vagy te olyan pozícióban, mint Obama? Nem. Nem. Hazudnék, azt mondanám, hogy igen. Ráadásul akkor a nyilvánosság előtt, tehát így ebben a formában nem. Mit fordítasz még most éppen? Most csak ezt csinálod? Nem, mellette még az HBO-nak a True Detective című szériáját csinálom még. Ez a Matthew McConaughey, meg a... Matthew McConaughey, meg Woody Harrelson, igen. Meg a Woody Harrelson, az nagyon jó, azt hallottam róla, hogy a szenzációs. Jó. Igen, egy értünk tényleg az egyik legjobb újsorozat az elmúlt éveknek. Figyelj, ilyenkor te kapsz szövegkönyvet, vagy hallás alapján csinálod? Szövegkönyvből igazából a legtöbb esetben lényegében megkapjuk az eredeti angol feliratot, ami rajta ki van a hallássérülteknek az eredeti adáson. Aha. És mennyi idő, míg egy rész lefordítasz? Hát ez azért eléggé vegyes. A House of Cards-nál sok, mert ott ugye a nyelvezete is nagyon nehéz, a környezet is ugye egy számunkra idegen környezet, amit át kell ültetni. 9-10 óra per rész.
9-10 óra per rész. De sose értettem, amikor én nézlek benneteket, hogy, hogy kifordította, és akkor ott van egy e-mail cím, hogy ez ilyen, egy megszállottság, vagy ez csupán ilyen humánus emberi hobby. Szeretetből csináljátok? Mert ezért nyilván nektek senki nem fizet, hogy közben senki, ezrek töltik persze. le, és nézik meg a ti feliratotokat. Persze, hát ez egy hobbi. Van, aki horgászni jár, van, aki modellezik, van, aki feliratozik. Nagyon jó. Nagyon jó. Nem egy társasportág, azért gondolom ott is te egyedül üldögélsz. Ez magányos, magányos dolog. Magányos, egy, eléggé, volt már olyan közöttetek, aki te, valaki... aki ezzel foglalkozik, hogy mondják ezt szépen, hogy mit csináltok ti, tehát jogos értetek, és akkor egyszer csak mondjuk egy filmforgalmazóit felkérte arra, hogy hivatalosan is csináljon meg egy ilyen szövegfordítást. Igen, volt már rá példa. Pár éve a Comedy Central döntött úgy egy sorozatnál, hogy annyira jó minőségű lett a webes fordítás, hogy felkérte a fordítókat, hogy a hivatalosat is ők készítsék el. De jó, na, ez tényleg jó. Figyelj, és ha megy egy sorozat, te nem tudsz elutazni, mert például amikor ment a Homeland, mi tudtuk mindig, hogy hétfő este ott van a Homeland felirat, hát, ugye, és mint amit te 10 héten keresztül nem mehetsz sehova, mert Homelandet fordítasz? Igen, lényegében, azért mondjuk ennyire nem szigorú a dolog, tehát nyilvánvalóan. Van laptopod, ami hordozható, mi? Hát igen. Ez igaz. Ez előfordul, igen, de azért nyilván, hogyha az ember elmegy, elutazik valahova, nem biztos, hogy ezzel akar foglalkozni. Bár fene tudja, mert most egy hétig szabadságon voltam, aztán most így ezzel rám szakadt a House of Cards, úgyhogy... Igen, nagyon sok jó sorozatot tudunk mondani egyébként. Figyelj, ha Obama igazán jó fej, tényleg elkéri, nem? És fölpattintja. Igen, én is ebben reménykedem. Az szenzációs lenne. Tehát írjunk egy levelet az Obamának, hogy mi is nagyon várjuk itt Magyarországon a Trónok harca 4. évében. Tegye már meg, hogy fölrakja gyors az időre. Nem sok, gyorsan letöltjük, aztán eltakarítjuk a romokat. Csak hogy Obama akkor ez... Igen, akkor ezt tegye már meg velünk. Elnök úr, drága. Figyelj, megmondjam, Bruzsi, hány nap a Homeland? Akarod tudni? Vagy neked is olyan alkalmazásod? Nincsen, de mondd. Na, megmondom neked, figyelj. Egészen figyelj, olyan alkalmazásom az összes kedvenc sorozatom tudhatja, hogy hány nap. Na. 229 nap a Homeland. Október 6-án kezdett. 2014-ben. Hát az még egy kicsit odébb van, de... Igen. Kaliforniát ki csinálja? Fejből meg nem mondom neked. Nem tudod, de nem te ti csinálod. Haverok vagytok? Nem. Hát, többi emberre? Sok embert ismerünk, igen. Aha. Azért nem mindenkit, de sokan jobban vagyunk, igen. Igen. Na jól van. Oké, akkor dolgozzatok, jó? Már hogy dolgozzál, akkor ezen nagyon várjuk. Milyen lesz a második évad, jó? Baromi nehéz a nyelvezetet, tehát mindenképpen kell a felelőre. Igen, igazából még nem néztem végig én sem, úgyhogy nem tudok az egészről mondani. Azt tudom, hogy az első 4 rész alapján nagyon jó. Tehát... Aha, jó volt az első rész is, vagy az első évad, igen. Uh-huh. Bruzsikám, Isten áldjon téged, nagyon vigyázz magadra. Nem adjuk ki a számodat, esküszöm, nem adjuk ki. Bárki keres, letagadunk, hogy veled beszéltünk, jó? És nagyon szeretjük a munkásságotokat. Ciao, köszi. Hello. Jó fej. Jó arc, jó, persze. Tényleg így, hallgat minket. Annyi jó sorozat van, de tényleg, tehát ott van a Breaking Bad, amit még esetleg valaki nem látott, most jön a 24-nek egy erővidített, most jön a Trónok harca, a Homeland, fú, nagyon jó sorozat. Jobbak látod, már, hogy csillog a szemem, mi? Látom, figyelj, egyszer kezdj el valamit, amit mondok, hidd el, nem mondok rosszat. Pont ezért nem csinálom, mert azt fogom csinálni, én ugye nem tudok így letölteni meg ilyen. Elhozom neked egy évadot, megkapsz pendrive-on tőlem. Tehát így, az is azt mondom, hogy Homeland első évad, tessék, igen, nézd meg. Ez a bajom, hogy beteszem, és onnantól kezdve nem fogsz felállni a televízió elől. Befolyásolja az egész életedet. A lelkedet nyomorítja meg a sorozat, igen, mert bele köt a televízió elé. Tudod, mit mondnak mindig a sorozatokról? Egyrészt sokkal jobb már, mint a legtöbb tévéműsor, aha, de tényleg. Kettő, hogy olyan, mint egy jó desszert. De amikor a gyerek alszik, szépen elcsendesedett a lakás, leülsz és megleped magad egy részsel. És aztán gondolkozol, hogy most belefuss-e még egybe, vagy ne, vagy inkább olvassál, vagy készülj másnapra, de hogy nem, mindig csak egy rész. És akkor várod az estét, kihagysz egy napot, várod a következő részt, tehát jó. Van most a Kevin Baconben a Following 1-2 olyan évad, hogy döbbenetesen jó. Az a baj, hogy én olyan leszek, mint a Jani, aki beteszi, ugye ezt is ő is megbeszél saját magával, hogy egy részt megnézek, és reggel 5 óra van, és a 8-at nézi. Tehát ő se tudja elengedni, én ugyanilyen vagyok. Mert akkor, ha ott van a gépen, akkor már csak megnézem. Igen. Együtt ébredünk, Morning Show, Sebesti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show. Könnyes szemmel hallgatjuk ezeket a zenéket, gyerekek, egy jó is 17 nélkül nem múlt el, hogy fiatalság, legalább egyszer nem lassúztál rá a diszkó végén. Bizonyám, hát ezek szép emlékek, ugye?
És mit csináltak eközben a rockerek? Mi tablettásból tittunk kint. És vártátok? A légerben. És akkor elment mellettünk, valaki megdobáltuk sörös dobozra. Igen. Ha mit csináltuk volna? Vártátok a bőgatyás E17 rajongókat, hogy jöjjenek. Igen, tényleg nem, senki ne higgye, hogy azt gondolom, hogy ezek a zenék azért zeneileg nagyon jók, élmény, amit eszünkbe jutatnak, bár zeneileg is volt az, hogy egy Tupeket azért ki lehet emelni, vagy egy Stereo MC-z felhozatalból, de hát egy jó E17 is, gyerekek, hát az. Ó, Istenem, fiúk, ezt a számot várt, amikor 14 évesemmel, 5 barátnőmmel együtt órákat próbáltuk a koreográfiát megtanulni, aztán részegen a csetáborban, a diszkóban előadtuk ide. Rita ütemre vertem el a gyerek kezét, mert földöntötte a virágtalat. Köszönöm az E17 diszkó, gumicsizma, olcsó vodka és istentelen jó tánc. Tudnék mesélni, ide egy hallgató. 94-ben a szalagavató utáni buliban erre lassúztunk. Atyaisten, micsoda idők voltak. Imádlak titeket, puszi, Csilla. Köszönöm nektek, hogy toljátok ezeket a zenéket, ugyanúgy hányok tőlük is, tőlük most is, mint régen. Igen, én tökéletesen megértelek, én ilyenkor mindig, amikor ezeket hallottam, akkor imádkoztam, hogy Bruce Dickinson a fiúbandáktól ments meg, uram, mint. Így szerintem nagyon nagy gyerekek, sírok rajtatok, nagyon jók vagytok, puszi Marian, tombolok a konyhámban, istenek vagytok, még. Az elmúlt pillanatok soha nem térnek vissza, ezért is szomorú vagyok egy kicsit, jók vagytok, így a Tomi. Gyerekek, még nincs vége! Hát nincs vége, DJ Oti olyanokat tartogat még, hogy bepisiltek a gyönyörűséget. Hát ami most jön, nem sokára, egy kicsit kevesebbet fogunk beszélni, legyen még időnk zenélni. De még van egy-kettő, tehát még próbáljuk turbosítani. Alja vagy teteje? Csak az alja. Csak most elmegyünk. Majd a végén egy Stereo MC-zel lezárjuk, hogy legyen egy ilyen íve a dolognak, és akkor az ott szépen ér véget némi valódi zenei tartalommal. Tehát ami most jön, az csak az alja. Csak az alja. Hát, még tartozom a Janinak egy Bailándóval, még lehetne egy jó Sing Hallelujah. Ami annyi mindent lehetne. Bizony, annyi hát, mindent marad... lehetne, még lehetne House of Pain. Nagyon sok minden lehetne még. Marad még bőven töltény a tár. Ha vaktöltény is, de töltény. Igen. Na gyerekek, megtaláltuk azt a videót, amikor a scooter ellátogat Sarkadra. És a sarkadi polgármester 1995-ben kitünteti a scootert. Büszke vagyok, hogy ebből a megyéből származom. Ugyan nem Sarkad, de... Azt mondjátok meg nekem, hogy miért? Hát várjál, már így indul a videó, várjál már. 1995, 5. ó, 25. Szóljál már a stúdiósnak. Scooter koncert in Sarkad. Scooter koncert in Sarkad 1995. Hát országos turnéra indult a scooter, csak mondom, hogy ebben az évben magyarországi turnén volt, és az első állomása volt, azt hiszem, Sarkad. Uh-huh. Komolyan? Hát, hogy ezt ünnepelték meg. Sarkad városa hálás volt ezért az első buliért. Igen, de aha. Népeink közti barátság, persze, elmélyítése, az ifjúság értelmi fejlődésének a támogatása, így van, a német nyelv népszerűsítése. Német nyelv népszerűsítése. Aha. Hogy... Na, mutatom a videót. Ugye hát itt kitüntetik őket, tulajdonképpen ők se értik, hogy miért, látszik, hogy nem értik ők se. Igen. Itt köszöntik őket, oké. Libegeszte? Sarkadváros vezetése és a rendezők nevében magyarországi turnéjuk első állomásán nagy örömmel üdvözöljük a scootert. A scootert. Mindez egy művelődési házban, egy német zászló előtt, 3 darab ásványvíz és 2 pohárban ropi. Uáj, mekkora retro! Önmagában mekkora retro ez a videó. Nagyon jó. Itt még beszélnek egy kicsit. Figyelj, még... Az önök érkezését megelőzte hírük, világhírük. Óriási. Szenzáció. Várjál. Na, kicsit lapoznom kell, azt mondja, 4-25-re, mert ott kapnak meg egy ajándékot, ami szenzációs. Figyelj, itt megkapják az ajándékot. Ezért esetleg meg is szólgattak. És jobban ilyenkor a polgármester rövidre fogja. Hogy ezt is veszel, ezért emelem poharam a barátságra, érkezésükre,
Deshalb möchte ich zuhören. Und der Toaster drinken van te. És ül a három csávó, és így látszik rajtuk, hogy ők ezt nagyon... Az ajándékot keres már. Az keresik, amit a 425-nél van már. A kandi kamerát. 6.30-től van már, itt akkor emelik a porka. Ellen Pohara magyarországi koncertjei sikerére. Und wir kriegen für ajándék. Oké, okay, kis kocintás, és jön az ajándék. Figyelj. Megköszönjük. Várjuk őt. Ja, mit várni? Oké. Jön az ajándék. Ezt kapták. 6.30-tól? Figyelj, isznak. Engedjék meg, hogy... Egy-egy szőnyeget adjunk ajándékba. Imádom. Egy-egy szőnyeg, figyelj. Milyen szőnyeg? De ez nem egy közönséges szőnyeg. Ez egy varázsszőnyeg. Figyelj a dumát. Óriási. Ezen lehet repülni a slágerlisták csúcsára. Ez az! Amit derít neki! Ezt a kutya fáját! Hát erre nem számítottak. Hát valamire nem. Akkor erre. Imádnivaló az egész videó. A ruhákkal, az öltönyökkel, a művelődési házzal, a zászlóval, a polgármesterrel. Hát csod, akkora retro, hogy nem hiszed el, hogy mekkora retro. Állnak, mosolyognak. Nem értik. És elveszik az három darab szőnyeg. Vagy iszonyat jó fejség azért. Óriási, a polgármester, persze. Az egykori polgármestertől, hogy ezt így kitalálta. Marika, fia, itt van egy ezer, szaladjál már ropiért, meg ásvány víz. Nagyon nagy. Igen, megy ugye a nevetés. Közben az egyik elnyom egy ilyen ásítást, tudod, hogy ráharap a kezére. Nem értik. De hát ezt szenzációs. Zseniális. Miért tüntették ki őket? Vagy mi? Ők ekkora szám voltak? Vagy, hát, szerintem igen. Nem csak a város életében, hát akkor ők irgalmatlan nagy sztárok voltak, és szerintem amúgy nem csak így a keleti érában, gyakorlatilag az egész Európában. Azért kaptak kitüntetést, mert a zenekar vezetőjének az édesanyja lehet, hogy onnan származott, vagy olyan gyökerei voltak írja, egy hallgató, nem tudom, hogy ez mennyire komoly, de hogy állítólag ezért kapták a kitüntetést, igen. Igen. Ha ismertem az apát! Az öreg Baxtert! Hallott! Öreg Baxter! Az öreg Baxter! Herr H.P. Baxter und zwei Kamerad! Igen. Azt írja, hogy egy hatalmas mafiózó üzemeltette akkor azt a diszkót, és azért nem tud azt kutatni. A gyerekek egy ilyen csapatot akkor megvenni sarkadra, hát azért az baromi nagy szó volt. Szóval nem voltak olcsók ők, hát akkor ők voltak a legnagyobb szárok. De hát soha nagy volt a turné, sok koncert, mindjárt olcsóbb. Ennyi. Igen, igen. Na mindegy, jól van, hát ez volt a kis átadás. Sarkad örökös polgármester csájtól imádta őket, és ezért volt ez a kis retro díjátadó. Igen. És az a három szőnyeg valószínűleg azóta ott van kicsomagolatlanul abban a dobozos tranzitban, amivel érkezte. Honnan tudod? Ne gyújjatok hozzá ez a scooter. Igen, a varázsszőnyeg, tudjátok. Vele. Igen, valaki volt itt az eseményen, ott volt az eseményen, megpróbáljuk fölhívni, hát lehet tudja mondani. Na. Szújó küldte nekünk egyébként ezt a kis videót. Köszi. Na mi legyen, elmerüljünk még a retróban kicsit. Menjünk bele. Ugye, úgyis mindenki ezen a napon kivételesen az a helyzet áll fönt, hogy az emberek vagy a hallgatóink nem minket, hanem a zenéket akarják hallgatni, hogy maradjatok már csődbe, adjatok már valami retrót. Elnézést kérek a következőért, de le kell adni. Nem az én zeneízlésemet mutatja. Vissza... Nem ettegetőz, mert ez gyanús. Sose konferálhatja így fel a saját zenét, abba hinni igen. Kell, igen. Nem? Ez a tiéd, ez a te muzsikád, ez a te reggeled, Otti. Így van. A malac is a dagonyában érzi magát legjobb. Gyerekek, egy Twilight Limited, hát muszáj. Na? Á, nagyon jó. Kezdtek angulatba jönni? Jani, lassan táncolsz, látom a fejedet. Sose hallgatsz többet rockzenét. De miért tovább lennék, valaki álljon el azzal a piros feltúrigott ladával a bejárat előre, nem tudok beállni a Cipruszos látó. Így van, a színpadon éjjel fél egykor a Brooklyn Bounce. Igen. Aj, de jó volt. Mark Wahlberg munkásságát ki ne felejtsük. Énekesként volt már, hát volna. Ugye volt. Az egész tracklistát föltesszük majd a Facebookra, meg a morningshow.hu-ra meg tudjátok hallgatni. Bakker, szétharaptam a kormányt, ír egyik. Kazettás magnót a Balaton-almári aluljáróba vittük le a No Limit-en, mert ott jobban vízhangzott. Rendőrök kergettek el, írja nekünk egy hallgató. Na ez az, ezt vártam. Ezért tiltottak ki az Újvárklubból. Heves volt a tánc. Gyerekek, Újvárklub. Schönherz kollégium aljában minden péntek egy szombat este sorok az utcán állnak, föl a lépcső, jobbra a kassa, bementél. Már ott voltál a paradicsomban. Sokat jártam oda, beleszembe az Ezres Klub.
És a szerencséd volt, nem is kellett haza veled, mert ott aludhattál valamit. Csodálatos. Az Újváron csodálatos. Csodálatos bulik voltak. Az egyes buszon hazafelé ülök, Veszprémbe, és mindenki engem néz, mit röhögít magammal. Fülemet iszoltok. Óriási ide, Évi. Szolnok arany lakat diszkó. Arany lakat? 97-ben Edinával. Szép emlék. Köszönöm. Nem akarunk többet tudni. Peti írta nekünk. A metró, hallgatlak benneteket. Látom a mosolygó arcokat, ki az, aki titeket hallgat szintén. Van, akinek megy a feje ütemesen, írta egy hallgató. Köszönjük szépen. Jó, kérdezik a tracklistát, sokan föltesszük Facebookra, meg tudjátok nézni, és akkor le tudjátok magatoknak szedegetni ezeket a számot. Lesz még egy igényes, jó? Egy. Majd Csabinál. Hogy azért érezzük azt is, hogy lesz még egy, de most az utolsórát megtoljuk, tényleg csak szinte zenélünk, ezt így terveztük. Akarod a kis bajlandódat, vagy menjem? Gyerekek, a Jani bajlandót kért, azért ez is történelem. A vértivó rocker. Én szerintem az 20 éve nem ment le sehol. Hát ilyen Two Unlimited szerintem kereskedelmi rádióban 15 éve nem ment. Volt. Biztos nem ment. És megdöbbennétek egyébként, hogyha felmentek az interneten és beütétek azt, hogy Two Unlimited, akkor kiderül, hogy nekik van diszkográfiájuk, tehát nem csak ez egy számukban. Hogyne? De azért csak jelzem, hogy mi volt a legnagyobb sláger, ugye a No Limited meghallgathattuk most, azért a biztonság kedvéért kijöttek 2003-ban egy No Limit 2.3-mal, tényleg? Utána pedig egy Tribal Dance 2.4-jel. Tényleg meg lehetne nézni egy ilyen Total Dance fellépő álló csapatot, hogy kik voltak akkor a fellépők. Emlékszem, mert a Brooklyn, az DJ Bobo, Scooter, ezek ugye jöttek, de nyilván van egy-kettő, aki eszünkbe se jut, és akkor nagyon ment. Na, Jani, ez csak neked, jó? Aha. Csak neked itt a retro különkiadásban, csak azért, mert te kérted, szerintem ez ultra trash, de tetszik, tetszik, hogy igen, te ezt, a Jani kérte. Ezt vártad már reggel 6 óra óta, ezt neked beszerkesztettem, jó? Hát ez kihagyhatatlan. Na, adjál hangerőt a fülesre. Mindenki nevében, aki szerezte ezt, természetesen itt konkrétan az előadóra gondol. Igen. Sem magamra. Óriási zene volt ez is, ennek van egy magyar feldolgozása is, Újvárban, Ezvesben, még a Bahnhofban ugye ezek a zenék is szóltak. Hát egy diszkó klasszikus, szintén a 90-es évek közepéről. Együtt ébredünk, Morning Show, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show. Érdekes hírt láttam, és te el tudod mondani, hogy ez reális vagy nem reális. Szibériába szeretnélek benneteket... Van ilyen. Kutyafáj, de jó. Szibériában, az Omszki sajtgyárban botrányos fotók terjedtek el, és nem tudom, hogy igaz-e vagy nem, minden esetre nyomoznak, ugyanis az látszik, hogy az üzemben készülő sajt különlegesség... Hemperegnek mesztelül a savóba? Hát tulajdonképpen nem jársz messze a valóságtól, szálas sajt különlegesség alapanyaga az üzemben készül, és néhány fiatal azt gondolta, hogy jó buli egyébként mesztelenül fürdeni, sajtgyári munkásként. Ami abban most ezt nem tudtam. Abban a tejben, ami az Omszki cég üzemében készül. Ők levetkőztek mesztelenre. Jézusom, de primitíve. Az egyikőjük fürdőnadrágban van, hát egyébként, ez, de azt is levette magáról. És hát a fotók azt mondják, hogy a szibériai sajtgyárban így mulatják az időt egyébként az ott dolgozók. Hogy te, amikor ott dolgoztál, be lehetett volna ülni egy kád tejbe, amiből aztán később sajt lesz, hogy tudtál volna lábat mosni például? Hát elviekben igen. Igen? Persze. De volt olyan, hogy kicsit belebuktál egy indián fejessel, azt mondtad, Béla, ezt csináld utána. De amikor reggel bementem 17:30-ra átfagyott lábakkal télen, kicsit többször előfordult. Hogy a 38 fokos tejben. A frissen beoltott joghurt kultúrában mindig beáztattam a láma. De hogy is nem, nem. Hát az az ember, aki ennek a töredékét csinálta volna, de tényleg, nálunk az azon a lapátra, hogy soha többet egyetlen tejüzemnek a környékére sem mehetett volna. Ez felháborodott hangvételű fogyasztók írtak levele. Nyomozás indult, és a hülyék elmondták, hogy ők hol dolgoznak. Ugye a képen az látszik, hogy négy fiatal teljesen mesztelenül, már látszik, hogy teljes fejjel, vizesen, vagy teljesen, ugye bent fürdenek egy ilyen több száz, száz literes kárban. Mert én nem akarok olyan szálas sajtot enni, érted, amivel előtte megfürödtek orosz fiatalok. De honnan tudod, lehet, hogy ez a szálas sajtnak, az orosz szálas sajtnak, ez az elkészítési módja. Aha, ettől igen. Indul be, hogy az orosz gumicsizmás láb. Az a kellemes savankás íz. Hát most miért nem? Hát miért? A szőlőt is úgy tapostunk ki lábban régen. Várjál, nyilatkozott az üzem vezetője, aki azt írja, egyelőre nem zárhatjuk ki, hogy egyszerű provokáció történt. Tehát, hogy
Tehát, hogy a gyárban dolgozó fiatalok eljátszották csak, hogy ők abban a gyárban dolgoznak, de ez egy másik gyárban történt, csak kiírták, hogy abban a gyárban történt. Ha. Tehát megpróbálnak finoman kijönni belőle, megígérte, hogy a vizsgálat eredményeiről azonnal beszámolnak majd a sajtónak. Tehát, ha ebből tej készült, akkor ez jelen pillanatban kint van a polcokon? Ezt már isszák. Ezt már isszák, hogy ebből már sajt van? Hát ebből vagy már sajt, igen. Igen, és egy picit korábban érett, mint ahogy egyébként szokott. Hát de figyelj, egyébként, oké, ha nálad azt mondta, hogy kilúgások lettek volna, ha kiderül, de ha te ott bemászol egy ilyen hordóba, megfürdesz, kijössz, és nem mondja el senki, hát nincs bekamerázva egy ilyen hely, tehát elvileg meg tudod csinálni, ha nem köp a kolléga, nem? Vagy amikor túrót kevertetek be, vagy sajtot csináltatok, ha azt nem látja senki, elvileg tudtál volna ilyet csinálni, csak nem akartál, hát persze, nem? Hát persze, nekünk eszünkbe se jutott ilyesmi, meg azért ott egy picit feszesebb a tempó. Egy, jó, most nyilván nem jut eszembe, nekem se jutna eszembe, de elvileg meg tudod csinálni. Persze, gyakorlatilag minden élelmiszeripű üzemben legyen szó, mit tudom én, akár sütőipariról, édesipariról, vagy teiparról, tök minden mindegyik helyen ezt meg lehetne csinálni. De mibe tudsz belemászni? Mibe tud a túróba, bele tudsz mászni, vagy a tejbe, amiből sajt lesz? Ha például a tejfölfőző üstökbe másztam volna be, akkor nem tudtam volna kimászni, mert azok rohadt nagy sűjjesztettek. Azokat így összepréselik, vagy keverik egy ilyen nagy keverővel? Azok gyakorlatilag az történik, hogy vajból állítják vissza a tejfölt, és akkor tejet adnak hozzá, és akkor ezt melegítik egy hatalmas ilyen földbe sűjjesztett üstökben, amiben van egy még nagyobb kever, hát hogy az átmérőnek megfelelő keverő lapát így körbe-körbe mozog. De ha fölkapaszkodsz a lapátra, akkor ringlis pill. Vagány. Az vagány? Az vagány, igen, csak ne jöjjön arra valaki, és csukja rám a tetejét, a búvónyírásra. Ebben úgy sincs senki, csukhatjál, mert te meg ott vagy a, de figyelj, ott vagy a kis lapát. Lehetett volna. Tehát, de mit tudom én például tejgyárban dolgozni, igen. És én ezt meg akarnám csinálni, levetközök mesztelenre, és azt mondom, Jani, puha vagy, ha nem csinál utána. Laugassuk bele, gyere. Nem, és felállok a szélére, és azt mondom, Jani, indián fejes. Hátra teszem a kezem, és indián fejes, be tudok ugrani. Van olyan, amiben ezt meg tudtad volna csinálni, de azt például, hogy mit tudom, minden reggel kezed mosál az előtét tartályban zubogó tejben, az persze, az bármikor. Azt minden tovább. Jó, de hat után úgyis ott bent tudsz maradni, lezár a gyár, 6-kor elbújtok a haverral, a tejkészítésnél 38 fokos, vagy a sajtkészítésnél 38 fokos a tej. Igen. Ott van az első oltár. Hát azért az egy jó medence, hallod? Nem? Azt én beoltom. De szerintem akkor azt én be tudom oltani. De szerintem te ennél sokkal ingyencebb lettél volna. Te egy igazi igényes olyan ember, aki azt gondolom, hogy nem adja lejjebb egy kis izocukorban fürdéshez. Mert hogy azt például megtalál. Az micsoda? Hát gyakorlatilag folyékony cukorban fürödhettél volna akár. Oda is be tudok ugrani? Volna. Igen? Hát persze, ilyen kis ilyen ragadós, csúszós hát massza. Hát az egész gyakorlatilag úgy képzeld, az egészet, hogy folyékony cukorról van, ilyen kicsit ilyen opálosabb színű, de gyakorlatilag egy ilyen szörp, szirup jellegű anyag. De ez olyan folyékony, mint a Felipe massza? Tehát olyan? Hát, nem, annál sokkal híg. Vagy annál egy kicsit hígabb massza. Sokkal hígabb massza. Jó, végezzünk akkor egy röpke közvéleménykutatást. Tessék, nézzük meg azt, hogy hallgatóink közül ki van olyan munkafázisban, vagy ki csinál olyat bárhol, az élet bármely területén, ahol elvileg tudna ártani. Jó? Vagy nem is tudna ártani, hanem ki tudna szúrni a fogyasztóval, ki tudna szúrni a vásárlóval. Milyen olyan üzemben dolgozik, gyárban dolgozik, vagy bárhol, ahol effektíve valami olyat állítanak elő, ahol elvileg tud ártani, ha akar. Jó? Aha. Nézzük meg, hogy mennyire vagyunk mi teljesen hétköznapi fogyasztók, kiszolgáltatottak. Tehát azok az emberek, akik bennünket hallgatnak, elmennek, megvesznek egy túrórudit, megvesznek egy joghurtot, felvesznek egy ruhát, mit tudom, egy zoknit, mit tudnak még venni, megvesznek egy gyümölcslevet például. Tehát hány helyen megvesznek egy kenyeret, szárazárú tésztát, mit lehetne beletenni, ki mit tud csinálni? Csak nézzük meg, hogy mennyire sebezhető ez a rendszer. Jó? Mindenki írjon. Minél nagyobb egyébként egy üzem, minél inkább a tömeggyártásra vannak, vagy tömegtermék előállításra vannak beállva, annál nehezebb ilyen dolgokat csinálni, mert ott egyre inkább zártak a rendszerek. Minél kisebb, minél inkább ilyen kézműves jellegű tevékenység folyik az üzemben, annál könnyebb. Hát egy sütőipari üzemben gyakorlatilag bármit belegyúrhatsz abba a kakaós kalapszámba. Na, erre gondolok, hogy egyrészt ki mit csinált már? Tehát kirejtette titkos meglepetés túrós táskába, vagy kakaós csigába, most nem konkrétan szó szerint értem ezeket a dolgokat, de ugye hát különböző péküzemekben is, illetve ki mit csinálhatna, ha éppen ott mondjuk nem lenne kontroll, és ami eszébe se jut egy ártatlan vásárolónak, hogy a 4 tojásos tésztából csak 3 tojás, mert a negyedik az valami egészen más.
cukrászüzemek, és nem csak ahol élelmiszert állítanak elő, hát, de leginkább mondjuk ez az érzékeny műfaj. Kiváltoztatta a Mignon szerencse sütivé. Azzal, hogy belehelyezett valami. Illetve a képehez hasonlóan ki milyen mókát követett már el. Jó? Tehát akkor két részre bontjuk a témát. Nyilván azok, akik mondjuk pékségnél dolgoznak, cukrászüzemben dolgoznak, tejgyárban dolgoznak, kenyérgyárban dolgoznak, lehet, hogy megmártóztak már valami olyan összetevőben, ami egyébként azóta se derült ki. Tehát és a fogyasztó nem biztos, hogy örülne neki. Írja nekünk egy hallgató, ezek a cserpes Laura fürdene a tejben, akkor vennéd. Hát mi? Igen. Mit jön? És képet is, meg a termék. Meg mellé a medencét. Nem tudom, az apukája mit szólna, kijönne egy ilyen kép, de minden esetre igen. Hány ilyen gyár van? Például csokoládégyár. Fú, rengeteg. Most nem... Élelmiszer leginkább, ugye? Lehet, hogy mi jártunk Békés Csabára többek között egy ilyen erős áramú üzembe gyakorlatra. Hát ott nagyon nem tud, most átkötsz két kábelt, és akkor rossz lesz az ez az elosztó, amit ott nem, ugye, igen. Azzal nem nagyon. Belevezeted a kilincsbe. Az vicces. Igen, tényleg most arra gondolok, hogy olyan hallgatók írjanak nekünk, akik hasonlóan ehhez az Omszki történethez, ugye, hát tulajdonképpen, ha akarnának, akkor tudnának ártani. Nyilván ezek nagyon komoly higiéniai feltételek alapján készülnek, de hát azért vannak lekvárüzemek, vannak sajtüzemek, vannak gyümölcskészítő üzemek, ott azért előfordul egy-egy rés a pajzson, ahova mondjuk oda lehet érni. Mondjuk azért szakmailag milyen a kép? Hát a szakmailag próbálom meg így gorcsó alá venni. Most a keverőlapátokat azért eltávolították, lehet látni egyébként itt ennek a keverőlapátnak a felső részét, azt azért kivették belőle, és szerintem ez egy elég lepattant kis tejüzemecske lehet, gyakorlatilag a rakadafal mögöttük. Egy ilyen szép széles csík van. Tehát, hogy azért lehet, hogy itt még használt is. Igen. A képen az a szép egyébként, hogy az egyik a fürdőnadrágjával ül bent, és fölemeli a fürdőnadrágját, mint valami erekét, mutatva tulajdonképpen, hogy ők tök mesztelenek. Na most gondold, egy ilyen fürdőnadrágból miázik ki, nem? Meg úgy egyáltalán, hát most, tehát látnád ennek a gyárnak a terméket a polcodon, és így ott lenne egy hűtős a hűtőben egy doboz tej, és tudnád, hogy ebben a gyárban készült, hát nem biztos, hogy meg akarnád inni. Nincs baj ezzel, hogy négy valószínűleg nagyon izzadságszagú fiatal kicsit ázott a tejben, tehát ez egyébként egyáltalán nem baj. De... Ha ittak is, akkor bele is pisiltek. Igen, de jó, belegondol. Igen. Jönnek már az SMS-ek egyébként, hallgatóinkat tudom, hogy nem kellett félteni, tehát ez a téma nagyon-nagyon népszerű lesz. Hogy ki mit csináltat volna, jékrémgyárból írnak már, Békés Csabai konzervgyárból. Azaz, vártam nagyon. Pékségben dolgozó hallgatók írnak SMS-eket, úgyhogy jönnek szépen az SMS-ek. Békés Csabai konzervgyárban paradicsom szezonban, a paradicsom válogatásánál nem mindenki meri megfogni a pótkocsiról a szalagra érkező paradicsomot közötti békákat. És az akkor benne. És abból paradicsom püré. De ez már nagyon régen volt. Most már ilyen nincs. Most már gép válogatja a béke. Nem, hallottam, hogy a Békés Csabai konzerten beruházott békaröngelre. És megy a paradicsom, és elkezd pirosan villogni egy lámpa, mert kiszúrja, hogy ez béka. Tehát az hogy kell elképzelni, hogy összeszedik a paradicsomot? Hát és akkor végeltelenül ugye a gép, mondjuk a gépi szedés, akkor fölkapja a kis brekókat is, akik ott kapaszkodnak a paradicsom szárába, és ezt valaki nem meri kivenni, fél tőle, az akkor megy bele a lébe. De hát van már ilyen gép, amit a Jani mond, ami kiválogat. A béka röngel. Ez régen volt, ez már régen ilyen volt. Most már nincs. Van valami ismerősöd? Nem. Hát nem, csak szereti a Békés Csabai konzervgyárt, azt paradicsom levét. Hát azt én is. Hát, de mondom, 100 milliót költöttek békaröngelre. Na, ugye? Itt van egy hallgatónk, Laci, halló. Hello, sziasztok. Hello, Laci. Laci, te mit csináltál? Hát nem én, egy barátom. Adásképes a dolog? Adásképes? Persze, abszolút. Igen? Igen, 18. kezdet a Jani a kismerős, hát a Ságvári Endre iskolába járt egy nagyon jó barátom, és őket a 90-es évek legelején, vagy talán még 89 körül vitték őket csoki gyárba így csomagolni, ilyen diák munkára. És cukorkát csomagoltak ott, valamilyen savanyú cukorkát, és ők is így poénból beraktak egy gumi ószert, akkoriban nagy szám volt a fiatalok körébe, egy gumi ószert beraktak a cukorkák mellé, becsomagolták. És ezt elmesélte nekem, hogy micsoda kis csintevést tettek, és mennyire pizes, én az Engelsbe jártam, az egy másik iskola szintén a 18. kerületben, és fél évvel később körülbelül egy osztályzáson vásárolta meg ezt az acsó cukorkát,
és kibontott, és mutatta, hogy Atya úristen, nézzétek, mit találtam, egy gumiószert. És ugye nekem egyből esett, hogy jó Isten, ez az, amit beleraktak fél évvel azelőtt a barátaim. Atya, és ezt a csoki papírban találta meg, vagy hol? Hát egy ilyen ömlesztett cukorka volt az acskóban, és a cukorkák közé volt betéve. Egy ószer, igen. De nem használt meg semmit, csak egy mennyire pici esély arra, hogy fél évvel később ezt egy másik ismerősen összetársan vásárolja meg, szóval ez hihetetlen. Hát ha valahol valakinek nem ugyanez jutott eszébe, tudod, mint kollektív tudat, hogy ugye igen, ez egyszer megszületett, mint ötlet, akkor ez másnak is eszébe jut abban a pillanatban. Nem, igen, neked ment, ez volt a palackposta. Igen, lényeg az, hogy céltért megtaláltuk, úgyhogy... És legalább fújtál belőle rágót, vagy nem? Semmi? Nem. Ki volt függesztve a tábára felfújva, tehát az arcodik, hogy ilyen nagy divat volt. Nem szép dolog ilyet csinálni. Abszolút elítéljük. Köszi, hogy csörögtél, ciao. Oké, okay, hello. Hello. Azt írva ki, ez B-kategóriás paradicsom. Mármint ugye a B-kára, amit találtak a paradicsom között. Igen. Srácok, borászatban dolgozom, gyakorlatilag bármi megtörtént. Oké, de hogy írjátok le konkrétan, hogy ki mit tudna csinálni, vagy ki mit csinált már, ki hogy használta ki a munkaadó által okozott kellemes perceket egy-egy hétvégi fürdésnél, mondjuk az üzemben, vagy valami hasonló. Igen, azért az előfordul, hogy nemes bosszút áll valaki, az ott ért sérelmekért. Van egy gyönyörű SMS. Csillámtetkókat gyártok. Ha a zacskóba egy lánylékelő lándzsát teszek... A 3 éves kisgyerek ugyanúgy felteszi magára, amikor anyuka nem figyel. Ide szólt ki. Lánylékelő lányzsa. Csillámtetkóból. Csillámtetkókat gyártok. Atya úristen. A gyerekeszülők fogják be a gyerekek fülét a kocsiban, nyúljanak hátra. Ilyen SMS nem lesz többet 8 előtt, de ezt be kellett olvasni. Azért az valami. Előtte kellett volna szólnom, mondjuk, most már hiába fogják egy 8 éves bicepszét. Nézd, anya, mit tettem fel? Egy lánylékelő lányzsa van fent, igen. Hangszórógyárban a BMW-be szánt hangszórok tömítését a dobozba becsavarozás közben rendszeresen helyettesítettem megrágott rágógumival. Na, de működött, akkor nincs az a baj. Igen. Jégkrémgyárban bármit tehettem volna a fagyival. Azóta nem szívesen eszem fagyit, írja egy hallgató. Jó, de hát írd le, hogy milyen készülési folyamat, milyen munka folyamatban mit lehet csinálni. Azt mondja, hogy pékségbe, kovászba, lisztbe fejelt a kolléga. Tésztába tábla kefe, 100 forint, szimkártya is esett már. Ha megvan a régi telom, akkor videó is van. Tehát így harapsz rá különböző pékárukban, mondjuk 100 forintosra, vagy egérfarokra. Szimkártya hogy esik bele? Igen, azt mondjuk, hogy a telefonból hogy esik ki véletlenül a szimkártya. Idióta haverom a Békés Csabai konzervgyárban, már ez is régen történt nyilván. Gényeg. Nem tudom, van még egy. Rendszeresen az uborka savanyúság levébe mosta az olajos kezét. Mondjuk azt leviszi. Hát ez régen történt ez nyilván. Nagyon régen ez volt, nagyon régen. Ezek az emberek már nem dolgoznak. Persze, ott, és ezeket... a gyártás folyamatok is már azóta sokkal korszerűbbek. Azt tudom, hogy most beruháztak éppen 60 milliót az uborka savanyúság levében mosó gyerekek átvilágítására. Így van, ez még a rendszerváltás előtt történt, így amit írnak. Igen, írja, hogy ez még 77-ben történt, úgyhogy azóta ez már biztos, hogy nincsen. Igen. Én a 80-as évek közepén látod, és a 80-as évek közepén. Na, jó van. Egy tejüzemben dolgoztam, ott a túroskádban még gyereket is gyártottak, írja. Érted, hogy te, mint fogyasztó, ártatlanul megveszed azért ezeket a dolgokat, és közben eszedbe se jut, hogy egy-egy péksütemény, kenyér, vagy tényleg száraz tészta, vagy bármilyen, milyen pillanatokban mi történhetett ott az adott üzemben? Nem fő. 8-10 perc van ráírva, de már 20 perce fő, és még mindig kemény. Igen. Nyári munka, pékség, zulliktos kiflit csináltunk, ez ami mosogatószer? Igen. 2000-et. Akkoriban mi szállítottunk luxus hotelekbe. Kicsit megfolyt a mosogatószer? Mondjuk az az elég beteg, mert az mérgező. Hát ráadásul. Hát kis hogy... cseppenként eszed, hát ott hát, abból egy csepp is elég volt, és tiszta volt az edélyünk. Hogy... Béltisztítás, teljes körüleg. Elég magas a láza, de van egy jó érem, a torka nagyon tiszta. Na, nézzük akkor még meg, jó, hogy ki mit tud csinálni, milyen üzemben dolgozik, ki mit csinált már, mivel gonoszkodott. Számunkra ártatlan fogyasztók számára, amit ugye mi mit sem sejtve elfogyasztottunk, megettünk vagy megittünk, illetve ki milyen munkafázisban mit csinálhatna még, jó, ugye, kiindulva ebből a kis sajgyári fürdésből, amikor ugye négyen fürödtek egy tejkádban. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 7 óra múlt 40 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt!
Itt vagyunk. Hát érdekes SMS-eket kapunk, hogy mi hogy készül. Szóval tényleg döbbenet. Ugye arról beszélgettünk, hogy Szibériában, egy sajtgyárban botrányos fotó kerültek elő, négyen áztatták magukat a tejkádban. És hát az üzem vezetője magyarázkodik, azt mondja, hogy szerinte provokáció, érdekes felvetés, hogy nyilván a négy ugyanolyan hasonló fiatal egy másik sajtgyárban magát, az Omszki sajtgyárnak álcázva fürdött a kádban. Minden esetre próbálják kinyomozni, hogy mi történt, és megnyugtatni a felháborodott fogyasztókat. Mi pedig ugye arról beszélgettünk itt, hogy ugye mi hogy készül, ki milyen gyártási fázisban van a hallgatóink közül, hát van kb. 1,5-2 millió hallgatónk, azok közül azért sokan gyártanak éppen valamit, és hogyha akarna, akkor mit tehetne bele egy-egy tésztába, uborkába, kenyérbe, minek az összetételét tudná egy kicsit megváltoztatni. Hát érdekes SMS-ek. Érdekes SMS-ek jönnek. Mondjuk visszatérve még egy picit erre az Omszki cégre, én azért megpróbáltam még elemezgetni ezt a képet, és arra következtetésre jutottam, hogy ugye a méretekből, meg a körülményekből kifolyólag szerintem lehet, hogy ez egy családi vállalkozás, és gyakorlatilag itt a tulaj is benne van. Bennül itt a kárba. Tehát simán lehet, hogy itt gyakorlatilag az üzemnek az összes dolgozói éppen ott héder ebben a kádban, és középen a legmosolygosabb az maga a tulajdonos. Igen, de ez javít valamit? Ez ügyön csak kérdezem. Egyébként csak jelezném, hogy mennyire komoly lehet az a cég, akinek az a neve, hogy a sajt. Tehát, hogy egy olyan sajtgyártó cégről van szó, aminek az a neve, hogy a sajt. A sajt, igen. Honvédség, feltették a teavizet 300-as kondérba, amikor a víz langyos lett, az öreg szakás szépen megfürdött. Benne, mikor már túl melegett a víz, kikászálódott belőle, és megcsinálta a teát. Ilyen forralás, az fertőződik. Van ez így. Igen, ennyi. Igen. És egyébként ezekben a honvédségi teákban, meg kávékban azért előfordult, hogy volt egy kis fehérje, és abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy például ezek a cikória tömbök, ezek ugye már gyakorlatilag össze voltak állva hatalmas, kőkemények is tömböcskéké, és elég nagy mennyiség volt belőlük felhalmozva, és hát némelyikben azért laktak kisebb-nagyobb rákcsaló családok, amiknek a kizavarásával, a kilakoltatásával, evakuálásával a konyások nem nagyon foglalkoztak. Tulajdonképpen örültél is, mert ugye extra tartalommal tartal a teát, plusz benne valami. Hallgatlak titeket, és rájöttem, hogy soha többé nem eszem semmit. Egyébként igazad van. Pizzériában dolgoztam, feltétek előtt sűrűn végignyaltuk a tésztát, hogy jobban illeszkedjen rá a sonka és a gomba. Beteg állat. Azóta az a hely megszűnt, egyébként Pécsen volt, írja nekünk egy hallgató. Középiskolában a szakácstanulók által készített ételt adták a menzán, anya csavar, légy, rágógumi, megszokott dolog volt az ételben, írja nekünk egy hallgató. Illetve itt van valaki a vonalban. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Viktor vagyok. Hello Viktor, na, ti mit csináltatok? Hát, rólam annyit érdemes tudni, hogy én Norvégiában dolgozom egy légitársaságnál, flotos légitársaságnál, ami Magyarországon is létezik, de én Norvégiában dolgozom, és egyik olasz kollégámmal csináltuk a rendszeres megszokott szervizt, és volt egy utas kért mondjuk egy szendvicset, egy ásványvizet és egy kávét. Odaadtam a szendvicset, odaadtam az ásványvizet, a kollégám mindig hátra szólt a konyha részbe a kávéért. Nem értettem, hogy miért, mert hát a kávé ott van, ugyanúgy ott van a trolin, a forró víz ugyanúgy ott van a trolin, meg lehet csinálni. De hát gondoltam, besegít, és akkor hátra megy a kávéért. Következő utas szintén ugyanez. És ez így eltelt az első, második járat, és azt láttam, hogy a reggel megbontott kávéja már félig van. Tehát csodálkoztam rajta, hogy a fél kilós kávéból hogy hiányozhat a fele, tehát annyit azért nem kávézhat. És hát kiderült a nap végére, hogy úgy gyűjtötte a borravalókat, hogy amit egyszer egy utas megivott kávét, annak a papír poharát ő azt elöblítette, hátrament a konyha részbe, a saját instant kávéjából újra töltötte, és eladta az utasnak 3 euróért. És akkor az utas használt kávét ivott? Hát mégis nem használt kávét, mert a kávé az új volt, csak a pohár volt már, használt meg ugye a kávé is az övé volt, tehát azt nem kellett a légitársaság felé elszámolni, az 3 eurót tisztán keresett. Igen, és hát most megvett egy fél kilós instant kávét kb. 500 forintért, és a végére kijött 150 euróval. És beszálltál a bizniszbe te is, amikor megláttad, hogy mit csinál? Nem, én azért ilyen nem. És azóta a kollégám sincs már a cégnél, úgyhogy nem kellett félni, hogy esetleg hasonló probléma érheti az utasokat. Igen, annyira meggazdagodott, hogy megvette a légitársaságot. Saját fapados légitársaságot üzemelt. Igen, részvényes lett konkrétan. Igen, amúgy nagyon leleményes volt a kollega, úgyhogy tehát egy olasz embertől úgy gondolom, hogy ez szerintem el is várható. Hát kávét se iszom többen, gyereke. Fapadosan. Attila, köszi, hogy elmondtad, illetve Viktor bocsánat, igen. Köszi, ciao, hello. Hello. Attila, a másik hallgatónk, aki már itt is van. Hello, Attila, jó reggelt! Jó reggelt, fiúk! Ó, micsoda lendület! Igen, 5
torai keléssel, igen, rendületben. Na. Rendületben. Te mit csináltál a konzervgyárban? Hát a hogy... konzervgyárhoz van egy történetem, úgyhogy akkor ismételten együnk konzervet. Ez kicsit régebben történt, de egy még létező konzervgyárban lecsó konzervet kellett gyártani, ami csak és kizárólag exportra készült. Tehát ez ugye kijutott az országból, és hát a töltő tömeg elérése volt a legfőbb cél, ezt nekünk oktatták, hogy mindenféleképpen egy ilyen mérlegrendszeren bonyolultan átszaladt ez a gyártósor, és minden egyes konzervnek ugye meg kellett lenni a töltő tömegének, különben utána egy automata úgy kiválogatta, vagy kidobta, és kísérletezte. Hát addig, amíg megvoltak az alapjogok, mert mindenki időbe felkelt, meg megcsinált, addig rendben volt. Amikor nem, vagy éppen a paprika kicsit punyattabb volt, meg már elviselhetetlen, akkor kreatívan kellett pótolni a konzervnek a súlyát. És akkor bizony a gumitömítések és a konzervfedők voltak középen a konzervbe, de és a külső részen, ahol ugye paprikának kellett lennie, meg ugye néhány helyen látszódott, és ez egy nagymértű konzerv volt, ezt körbeépítettük paprikával. Meg néha uborka is került bele, és az egészet egy ilyen nagyon szép piros paradicsom pürével, amit nem részleteznék, hogy szintén hogyan és hol készült. Azzal ugye megvolt a töltősúly, és akkor nagyon kreatívan megoldottuk az alapanyag hiányt, eddig ez nem kellett pótlásra. De ezt kiadták nektek, hogy amíg nincs alapanyag, addig tessék valamivel pótolni, nehezíteni a konzerven, vagy ez egy ilyen dolgozói kreativitás volt? Hát ott az úgy, hogy is mondjam, az ott dolgozók is, mert mi akkor diákként voltunk ott, ezt tudták, és tudtuk, ez tökéletesen működött. Tehát megdicsérték a kreativitásunkat, hogy az exportra készülő konzervet, ugye az aznapi gyártást, meg a volument megmentettük ezzel az ötlettel. És aztán utána bevezetésre került abban az időszakban, amikor mi ott voltunk, akkor gyakran alkalmaztuk, hogy amikor nagyon rossz volt a paprika, meg éppen nem jött fel egy ilyen automata adagoló gépsorszerűségen, akkor bizony a meglevő uborkásoktól kértünk egy kis uborkát, ami mellettünk készült. Az még a jobbik változat, mint a gumitömítés. Annak örülnék. Igen, amikor ráharapsz egy gumitömítésre, akkor azért elgondolkozol. Hogy... Volt abban még más is egyébként, tehát most ugye nem részletezem, hogy szerintem enélkül is eléggé gázos volt ez a lecsó konzerv, azóta semmiféle olyan konzervet, ami uborka, vagy bármilyen dolog van, és nem házi, azt egyáltalán nem vagyok hajlandó megvenni, mert mindig eszembe jut az, hogy ebbe vajon mi van benne. Nyilván most már azért ezek ellenőrzöttebb körülmények igen. között zajlanak, mint meg a 80-as években. Most, hogy reméljük, bár az előttem elhangzottak alapján, én is azt gondolom, hogy lassan nem kéne enni semmit. Meg hát nem kell mitől tartalod, hiszen már nem a konzervgyárban dolgozol. Igen, nem, igen, ez csak egy ilyen szezonális munka volt, és ez egy ilyen szánom-bánom jellegű gyónás volt, amit akkor elkövettem. De nyugtass meg, hogy most nem a gyermekélelmiszer vonalon utazol éppen, vagy bébitápokat csinálsz, tehát hogy valami teljesen nem. Nem a kereskedelemben dolgozok, és semmi közöm ehhez, ez csak egy ilyen csínytevés jellegű dolog volt, de hát mondom, a volumen megnyerése volt a lényeg, a gyártás, meg a mennyiség, azt tudtuk hozni a számokat, úgyhogy igazából boldog volt mindenki akkor. Atya Isten, na hát pont ilyen SMS-ekre, meg hallgatókra számítottunk. Köszi, hogy elmondtad, jó munkát neked! Köszönöm, sziasztok! Hello, ciao, ciao, Ati, hello! Fú, azért ez hátrészt. Hogy mit meg nem eszünk tényleg, ugye? Akár egy csütörtöki rovatba is belefért ez volna tényleg. Ja, mondjuk az uborka a lecsóba végig csak-csak belefér. Azért egy kis ratatúj. Az nem baj, az még egyébként illik is. Viccből egy betonvas darabot raktunk a kenyérbe, a vicc nem jól sült el, mert elfeledkeztünk róla, és kiment egy boltba. Azóta az ANTS-nél van kiállítva. Írja. Az igen. Robi. Hát ilyenkor csak az a kellemetlen, hogy kapja egy kis papír címkét, ugye, a PKRU, hogy aha. hol készült. Így. Tehát vissza. Követhető. Igen. Pékségben kb. 5 éves koromban beállítottak 100 kiló kovászba, és megpörgettek. Ez egy jó kis bevatás. Igen, egy kicsit megadtam utána. Kovász. Igen. Úristen. Gyógyszergyárban dolgozom, jó a műsor, hú, bakker, most nem tudom, hogy 1 grammot vagy 1 kilót tettem a keverőbe. Na most már minden, ha benne van. Írja nekünk egy hallgató. Na jó, hát vannak szép dolgok, ugye? Szóval, hogy igen, érdekes dolgokat eszünk és iszunk meg úgy, hogy az ember nem is tudja, hogy mi történik. Na, mondjuk azért egy 20-as anyát azért csak-csak felismerünk, hogyha kiveszed az ámból. Igen. Ha nem, akkor majd csipolsz a reptére. A fogat helyéről kiveszed. Igen. Együtt ébredünk. Morning Show. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show.